Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Mindenkinek nagyon jó a kedve. Nem sokáig. De egy biztos, tényleg lesz szünet, ugyanis hatalmas a téma, és én nem biztos, hogy végére tudunk jutni. Ráadásul van egy olyan probléma, hogy aki amúgy sem érti, az nem fogja megérteni. Inkább úgy fogalmaznék, ha valaki nem akarja megérteni, mert neki jobb a Sanzon bizottságnak a Koppány István cirkusz képe, akkor az semmi probléma nincs. Ez csak azért jelzem, mert igen gyakran előfordul, hogy napestig tényeket hordunk össze, vége a közös összejövetelnek, oda jön az illető, és felteszi a kérdést, de ugye kiirtotta. Most azért gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Tehát az ember nem érti, mit nem értünk ilyenkor. Tehát tulajdonképpen mi a probléma? Nagyon egyszerű a probléma. Van egy olyan mesterségesen kialakított Szent István ellenes kép, mesterségesen kialakított koppánybarát kép, hogy gyakorlatilag nem tudunk 5-ről a 6-ra jutni. És ha megkérdezem én azt, hogy de koppányban mi a pozitív? Hát az ősvallás híve volt. Hol van erre történelmi példa? Mutasson nekem valaki egy történelmi forrástól, koppány meg van nevezve, úgy, hogy ő a szkíta vallásnak a híve. Mutasson valaki nekem történelmi forrást, ahol koppány vezérnek pogánya jelzője. Na ugye, hogy nincs ilyen? Hát azért ne áltassuk magunkat. És hogyha ilyen apróságokon nem tudunk túljutni, akkor azt szokták mondani, mit akar ez a nemzedék a jövendővel. Hát gondoljuk végig, saját magunk ássuk alá minden napi pillanatokba gyakorlatilag egy ilyen mesterségesen összeeszkabált tákolmány kedvéért a múltat jelentés a jövendő. Kell a mesterségesen összeállított alkotmány, piros fehér zölddel ráírva, hogy itt lobog koppány, ő a pogány. Hát ha valakinek tényleg ennyi elég, akkor mit lehet mondani? Egy biztos, Hunyadi Jánosnak ennyi nem volt elég, Rákóczinak ennyi nem volt elég, magyaroknak ennyi soha nem volt elég. A divat pedig mindig divat. És emlékezzünk, hányszor megtárgyaltuk azt a kérdést, hogy mitológiát. Milyen könnyedén lehet úgy bevezetni, hogyha egy kicsit súlykolják, hogy annak előtte annak semmi nyoma nem volt. Hát nekem a kedves példám ilyenkor mindenki unhatja már, bevallom én is, de most már legalább végre tavasz van, Valentin napra gondolom. Tehát gondoljuk végig, hogy mennyire átitatja ma már a köztudatot, mennyire átalakítja a viselkedési szabályokat. Mennyire úgymond azon a napon 15 millió magyar a Kárpát-medencébe, vagy legyen 13 millió magyar kötelességének érzi, hogy Valentin napon valami rózsaszínű lufibuli, vagy édesipari termék, vagy lejárt szavatossági művirággal kedveskedjen valahol valakinek. Hát akkor ne csodálkozzunk, hogy Koppány és István. És emlékezzünk vissza, Ady Endre idejében még nincs Koppány. Ő Dózsa György unokája, hogy érthető legyek. Petőfi Sándor, hányszor beszél Koppány vezérről? Ez nem azt jelenti, hogy nincs, mert igenis van Koppány. Volt, történelmi léte, volt. Csak az a kérdés, mit képviselt, miért úgy végezte, és mi történt akkor Magyarországon. És hogyha nincs egy szint felállítva, akkor úgy lehet éjjel-nappal manipulálni, ahogy nem röstelnek. Tehát először is most megnézzük azokat a tényeket, amelyek alapján, hát ha valaki ezek után majd ragaszkodni fog ahhoz a kényszerképzett körhöz, nyugodtan megteheti, természetesen nyugodtan folytathatja ott, mielőtt ide beült, tehát ez azt jelenti, hogy Szent István eltüntette a rovásírást, tehát ez mit jelent, mehet innen rovásírásos tanfolyamra, tehát Szent István eltüntette, de van rovásírásos tanfolyam. Szent István kiirtotta, de van magyar népviselet. Szent István tönkretette, de van magyar nyelv. Tehát megint, hogy érthető legyen. Tőlünk északra tényleg vannak úgynevezett testvér népeik. Ezek egyike a lengyel, szkíta tövű nép, szarmatának nevezték. Milyen nyelven beszél? Szláv nyelven beszél, világos?
tőlünk délre tényleg van egy testvérnév. Ráadásul közös múltat mindig egy Attila lista alapján fel is emlegetnek, hát ez a közös múlt, ez egy Attila lista révén, tehát ez egy származási lista, saját uralkodó családjukat is Attila egy ágából vezetik le. Ők a bolgárok. Milyen nyelven beszélnek? És véletlenül nem keresztények? Fölöttünk lévőek véletlenül nem keresztények? Hogy veszítették el anyanyelvüket? Mi miért nem veszítettük el anyanyelvünket? Hogy lehet, hogy nem egy népi, hogy úgy mondjam, műveltségi ellen, hanem a Kárpát-medencében ma is tájegységenként megkülönböztethető népviseletet lehet felfedezni. Tehát Kalotaszektől mondjuk Somogyig. Persze ez senkit nem érdekel, legkevésbé bármennyire hihetetlen, Koppányos barátainkat nem izgatja. Elmegyünk tőlünk keletre, keresünk népviseletet, például Kínába. Mit fognak mondani? Ha valaki véletlenül Kínába népviseletbe lát valakit, az nem a kínai, mert Kínában népviselet már évszázadok óta nincsen. Tehát kik jelennek meg népviseletben tőlünk keletre? Mondjuk Kína felség területén. Hát gyakorlatilag az ottani nemzetiségiek közül azok, akik meg tudták őrizni a népviseletüket. Jártunk a Kaukázusba. Én arra gondoltam, hogy olyan virágzó népviseletet fogok találni, mert ott nem volt Szent István. Tehát mit fogok ott találni? Virágzó népviseletet. Még múzeumban sincs. Nem tudom, hogy fölfogunk-e valamit. És aztán megint csak az idézet. Igehely. Annak, akinek van, annak adatik. Annak, akinek nincs, még az is elvétetik tőle, amilyen van. Tehát ha azt méltóztatjuk gondolni, hogy nincs, akkor nem is lesz, és ami van, még azt is elveszik tőlünk, és jelen pillanatban ez történik most velünk. Na most ehhez képest akkor egy gyors nekifutás, hogy miért nem lehet. Hát maradjunk annyiban, hogy az a fajta Szent István kép miért tarthatatlan, ami ides tova, hát azért nem ma kezdődött. Tehát ha ma kezdődött volna, akkor könnyen leleplezhetővé válna. Itt nagyon hosszú és bármennyire hihetetlen egyházjogi küzdelmeknek a végeredményét tapasztaljuk meg. Mit jelentenek ezek az egyházjogi küzdelmek? Amikor az önálló magyar királyság megszűnik, ugyanakkor a magyar király apostoli jogköre az tovább megy. Tehát ez mit jelent? A magyar nemzettől ezeket az örökletes jogköröket megpróbálják elvenni. És mivel Szent Istvánnal ténylegesen indul valami, ki lesz ennek a több száz éves, hogy úgy mondjam, drámai küzdelemnek, Kocsis István ezt úgy fogalmazna, hogy közjogi, most ki kell egészíteni, egyházjogi küzdelemnek tulajdonképpen ki lesz a főszereplője? Szent István. Honnan fogja a legtöbb támadás érni? Nem fogjuk elhinni. A hivatalos egyház irányából. Miért? Mert az önálló magyar állami lét megszűnik átmenetileg létezni. Küzdünk érte, de magyar király nincs. Magyarok királya van, de nem magyar király. Tehát a magyarok királya az nem azonos a magyar királlyal. Tehát a magyarok királya lehet egy Habsburg uralkodó is. Magyar király viszont nyilvánvaló módon egy magyar vonalon jelentkező uralkodó. Na most ezekkel a kérdésekkel nem fogunk foglalkozni, bármennyire hihetetlen, mert ahhoz most tényleg ez a pár óra, úgy holnap estig az eléggé kevés lenne. Csak úgy az elején jelezni szerettem volna, fogjuk föl, itt nem véletlenül alakultam ki ez a helyzet. És amikor gondoljuk végig, megjelenik a reformáció, a reformációnak jönnek másfél évszázad elteltével a vadhajtásai, és mit fognak kiszorítani? Megint népnemzeti szintben. Szűz Mária Magyarország királynője, a korona szent, László Szent László, István Szent István, tehát nem fogunk föl valamit? Tényleg nem fogunk föl valamit.
minden egész darabokban. Tehát tulajdonképpen túl sok oldalról manipulálják a történelmi képünket. Éppen ezért elképesztő képtelenségek jelennek meg. Mert hogyha csak kívülről érnének állandó felszeletelési kísérletek, ezt előbb-utóbb átlátnánk. De ez már réges-rég belül is megtörténik. És ezt többször megbeszéltük, ma meg divat az alapokat fölszedni. Tehát gyakorlatilag nincsenek alapok. Felépítmények vannak, felépítményeket meg az első hullám úgy elviszi, ahogy hát én már hány felépítményt éltem meg itt a 90-es évektől kezdve, nem fogom végsorolni, mert mindannyian szégyenkeznénk. Hogy bedőltünk ezeknek a divat hullámoknak népnemzeti színben. Ma már nem is emlékezünk rá. Na de nem tűnik fel, hogy minden évre, két évre, három évre a nemzet figyelme le van kötve? Nem tűnik fel? És közben ez a nemzedék ostorozza az ifjúságot. Hát tessék viselkedni úgy, hogy ne kelljen az ifjúságot ostorozni. De ahhoz példát kell mutatni. Hát az ifjak szagról megérzik ezeket a kóvájgó, szerencsétlenül sodródó felnőtteket. És ne csodálkozzunk, ha nem vagyunk nekik szimpatikusak. Mi tessék benne? Mi tetszen benne? Hát a tévedés a szagról megérződik. Tessék igazi példát mutatni. Abban a pillanatban egy nemzeti egység meg fog valósulni. Hát addig álmodozunk, hogy talán sikerült. Tehát gyorsan egy alapvető tételt kell még érintenünk. Ez így szól, egy nemzet létének is megvannak a feltételei, nagyon szigorú létfeltételei, és ezek néha, mint egy örök törvénybe ágyazódva jelennek meg. Tehát ez mit jelent? Mindenre van példa, de egy nemzet életében nyilván az lesz a vezérlő vonulat, amely most jó értelemben általános és egyetemes. Személyesség például mindenre lehet példát találni. Mindig azt kell megnézni, hogy a nemzet milyen fő sodrás irányba tudja nemzeti tulajdonságait legjobban kibontani. Lehet látni, hogy a mai sodrási irányzatok egyikében sem tudja. De nem valósulnak meg. Hát én lennék a legboldogabb. És még azt sem tudjuk, mi az, hogy nemzeti szint. Nemzeti szint azt jelenti, hogy nincsenek olyan kérdéses problémák, amik alapján mi állandóan itt egymásnak szoktunk, hogy úgy mondjam, lendülni. Miért? Mert mindannyian tudunk alapvető dolgokat. Hát jelen pillanatban még a népnek a szintje is hiányzik. Sajnos ki kell mondani, ország lakosság szintjén próbálunk tájékozódni. Ország lakosa pedig bárki lehet, világos? És nem a tévé és a rádióhírek alapján kell, hogy úgy mondjam, kétségbe esni, hanem bele kell nézni időnként a tükörbe, és meg kell döbbenni, hogy mit mutat az ábra. És ha majd jobbat mutat, akkor valószínűleg a sorsunkat kezünkbe tudjuk venni, és alakítani tudjuk. Tehát általában Szent István korát öt hamis dilemma alapján szokták beállítani, és ez az öt tétel olyan jól be van már vezetve, hogy ki se lehet iktatni. Tehát akkor kezdjük. Kelet vagy nyugat, velejéig romlott hamis dilemmája. Hát Szent István egyszer csak dilemmába esik, hogy most kelet vagy nyugat. Európa kellős közepén. Most nem tudom, hogy fölfogjuk-e. És akkor hogy történik a választás? Hát nyugatot választja. Na most ehhez képest Szent István korában nyugatra tekintünk, és keressük nyugatot. Mutassa meg nekem valaki azokat az országokat, amelyek tudom, hogy fejbe megvannak, csak van egy probléma. Az akkori történelemben nincsenek meg. Tehát ez mit jelent? Szent István, ha szeretett volna, se tudott volna nyugathoz társulni, mert nincs nyugati társadalmi rendszer, világos. Megsúgom, nincs ilyen, hogy Anglia, nincs ilyen, hogy Franciaország, Olaszország meg végképp nincsen. Soroljam a példákat? Kit érdekel ez? Kit érdekel? Hát miért lenne izgalmas?
Arany János, tehát ilyenkor döbben meg az ember, hogy még a minimális műveltséget se tudjuk időnként mozgósítani. Na most tőlünk nyugatra milyen nagy hatalom létezik? Hát a német-római császárság, erre mit lehet mondani? Hát amikor van, akkor létezik, amikor nincs, akkor pedig azt sem lehet róla tudni, hogy valamikor volt-e. Világos? Hát ezek címek, rangok papíron. Hát nézzük már meg, hogy mi van időnként német-római császárság szintjén eladva. És kiderül, hogy van az Ottókora, ebből egyetlen egy Ottó van, aki viszi valamire, a második Ottó már nem viszi semmire, a harmadik Ottó pedig, ami Szent Istváni kortársunk pedig, olyan jó futó teljesítménnyel rendelkezik, hogy Rómából éppen szalad hazafelé. Csak kiderül, hogy az Alpokon túl sem fogadják szívesen. Tehát valaki elhisz, hogy ettől függ a magyar királyság sorsa, hogy Ottó éppen menekülés közben, mert se Rómája nincs, se német-római császársága sincsen, hogy ő fogja garantálni és javasolni, hogy legyen magyar királyság. És a 19. század végi történelmi szemlélet gyakorlatilag ezen épül. Mi épül? Német forrásokra épül. Hát én ma előveszem a mai pár évnek a német forrásait, és ebből próbálom megállapítani, mondjuk, hogy mi a helyzet Magyarországon, akkor nyugodtan lehet német forrásokra építkezni. Nem tűnik fel, hogy azok a források ma is tévedés áradatok? Nem tűnik fel? Na minden esetre, tehát van egy történelmi probléma, tehát tőlünk nyugatra tulajdonképpen még Edvard király is úgy közlekedik a lován, amerre megy, néma csend, körötte pedig nem Skócia, a Velszi tartomány. Nézzünk rá a szigetre, vessük össze a Kárpát-medencével, és gondolom tudjuk, hogy a Skócia ma is ki akart válni. Világos? És ehhez képest Velszi tartomány. Hát akkor az írekről ne is beszéljünk. Na de mi van az ibériai félszigeten? Hát én úgy tudom, hogy majd jön egy nagy spanyol, tehát jön majd egy uralkodó, de hát az a helyzet, hogy például a Bulcsú idején, fél évszázaddal sem majd a Koppány ügyet, hogyha egy kicsit részletezzük, látni fogjuk, az legfeljebb, ha volt olyan módon, az csak a 980-as években történhetett. Tehát mikor? Akkor, amikor Szent István gyerek volt. Akkor, amikor korai ifjúsági éveit töltötte. Miért? Mert minden létező történelmi forrás azt mondja, hogy Szent István gyermek volt, vagy korai fiú volt. Most a középkorban a 16. életév, az már felnőttnek számít. A kérdés így hangzik, tudom, hogy hatalmas matematikai bravúr kell a talány megfejtéséhez, de a Szent István Jézus születése után képes krónika szerint 969-ben született. Akkor mikor lehetett ő mondjuk ifjú éveibe, vagy gyermek éveibe? Hát segítek, 1000-ben még csak véletlenül se, világos? Tehát még csak véletlenül se. Hát 1000-re ő már gyakorlatilag, már elnézést a szakkifejezésért, mai korszakolással se fiatalnak nem lehet nevezni, se gyermeknek nem lehet nevezni. Hát az más kérdés, hogy ezt nem tudjuk. Na de akkor mit tudunk? Hát, amit az István, a király, enged megmutatni. És ezen mi mosolygunk, szégyenkezni kellene egy kicsit. Többször elhangzott már az, ez körülbelül az a szint, mintha Jézus Krisztusról, a Jézus Krisztus szupersztár rockoperából tájékozódnék, még akkor is, ha tudom, hogy vannak evangéliumok. Most azért gondoljuk végig. Hát vannak magyar történelmi források. Akkor tessék történelmi forrásokból tájékozódni. Ennyi. Na szaladok tovább, mert ez a kelet vagy nyugat, gondolom, ennyi erővel könnyen átlátható, nyugati irányba, ez reménytelen eset,
mert hangsúlyozom, még azt se lehet mondani, hogy első Ottó van a német-római császári trónon. Tudjuk, hogy ki van a trónon. Harmadik Ottó. Tehát még egyszer nekiszaladok a nekiszaladási lehetőségeknek. Se országa nincsen harmadik Ottónak, se hatalma nincs tényleges, hanem egy nagyon jó képességű fiatal ember, akit ma úgy mondanánk, hogy jó képességekkel megáldott városi értelmiségi. Hát azért a császárnak legyen hatalma. Tehát nem tudom, hogy fölfogjuk ezt, magamnak mondom, amikor az ember először szembesült azzal, hogy ezekben az években Ottó éppen fut Rómából. Miért? Mert a római polgárok elkergetik. Akkor hogy függhetett volna a magyar királyság kialakulása? Mondjuk, mert ezt így szokták tálalni, van egyébként erre forrás, csak azt mondom, mai német források is bővelkednek magyar ügyekben. Hát mikor állt egy német császári krónikásnak, vagy szerzetesnek, vagy bárkinek érdekébe, hogy a mi dicsőségünket zengedezze? Megint mi ezen az érthetetlen? Na de minden esetre, tehát maradjunk abban, izgalmasabb keletre nézni. Akkor megdöbben az ember. Hát egyetlen egy példát fogok kapásból idézni. Ezek meglehetősen kései források, csak az, na de a István a király István képe is, meg Koppány képe is kései. Sőt, hát 80-as években tehető. Mikor? 80-as évek. Tehát gondoljuk végig. Persze, hogy aztán a század elejétől vannak a 80-as években született nagy legendának már gyökerei, na de mikor vannak a 20. század első feléből, és még csak nem is Ady Endre korából. Az ember tényleg úgy tűnődik, de hát így szól a szöveg. Egy Mornavics nevezetű, hát én őt majd sokszor fogom egyébként idézni, ugyanis ő Pázmány Péterrel volt egy idős, bosnyák püspök és zágrábi kanonok, és hát ő a horvát érdekeket képviselte. Tehát ő elsősorban ott válik, aztán a mai horvát történet írásnak egy legendás alakjává. Na, érdemes viszont idézni, hogy mit ír Szent Istvánról. Hálátlan magyar nemzet. 1600-as években vagyunk. Hát könnyű ilyet mondani, de nem ezért fogom most idézni, hogy ebben kövessük. De az ember azt mondja, hogy bizony, ha akkor nem is, most már ennek sajnos van súlya. Hálátlan magyar nemzet, mely a haza atyának nevéről megfeledkezett. Most itt ki lesz a haza atya? Szent István király. Olvasom tovább. Annak nevéről, akinek vezérletével egykoron, most figyeljünk, Ibériáig terjedt hatalma. Tudjuk, hol van Ibéria? Na miért nem erről beszél? Tehát nem tudom, hogy érzékeljük-e, hogy mit jelent a Szent István kérdés. Hát nem Koppány kérdést fog jelenteni. Tehát Ibériáig terjedt hatalma. Viszont a kérdés megint kicsit fordítható. Ha én azt olvasnám, hogy Albániáig terjed hatalma, akkor meddig terjedt a hatalma? Albán. Hát voltak itt, akik végigülték azt a pár órás Kaukázus történelméről, az ottani hunokról és népekről szóló előadás, de látom, hogy hiába minden. Tudom, hogy melegfront van, tudom, hogy a szünetet várjuk, csak van egy probléma, ez most iskola. Tehát ez most így nem lehet megúszni dolgokat. Aki beült, az... Na, másodban keresem végazt. Kaukázusi Albánia. És az albánok hunok vagy szkíták voltak. Tehát ezt már tárgyaltuk. Na de, van még egy érdekes Ibéria. Kiderül, hogy a Kaukázusban is van. De egészen biztos, hogy a szerzőnk Ibériai félszigetre gondol. Tehát ez egészen biztos, ez a mondat használatból és fűzésből kiderül. Na de, gondolom, sejtünk valamit. Akkor hol van itt a német-római császártól való elvi, vagy bármilyen függés? Mi az, hogy Ibériáig? Hát azért nem a szomszédban van.
akár nyugatra tesszük, akár keletre, a Kaukázusba, ez bizony messze van. Na, de lehet tovább olvasni a szöveget. Akinek vezérletével egykoron Ibériáig terjedt hatalma uralkodója, maradványait elhagyta, és atyának, tehát uralkodója maradványait, tehát ami megmaradt egy Szent István képből, ez most nekünk szól, és atyának szent erekéjét nem tette méltó sírba. Így látták bizonyos körök, bizonyos, hogy úgy mondjam, Szent István kép alakulását. Csak egyet nem láttak mondjuk zágrábi kanonokságból, vagy a címzetes bosnyák püspökségből. Nem magunktól lettünk ilyenek, elkezdődtek a Habsburg évszázadok. És valamire a Habsburg kamarilla zseniálisan ráérzett. Szent Istvánnal kell. A Szent István mindennek az alapja. Tehát akkor hol kell manipulálni? Persze, hogy az első évszázadban senki nem fogja elhinni. Aztán még egy pár évszázad. És mi a mi nagy történelmi katasztrófánk? Pont amikor a legsötétebb hullámok csapnak össze fejünk fölött, akkor ért be a hamisítás gyümölcse is. Hát ettől olyan sötétek a hullámok, amelyek fejünk fölött átcsaptak. Egy másik forrás, ez Tardi Lajos régi hírünk a napvilágban, 70-es években Kaukázus kérdésben, tehát keletkutatónak számít. Érdekes módon komoly veretes álláshoz soha nem jutott. Ez miért érdekes dolog? Mert akik a keleti magyarokkal foglalkoztak 1945 után, hiába volt meg minden végzettségük, ez csak éppen itt végzettségvitákról volt szó, hiába, gyakorlatilag semmi rangjukhoz, tudásukhoz, végzettségükhoz, és tudjuk, hát időnként mondjuk meg kell újítani, tehát alkalmassá kell tenni mondjuk egy doktori disszertációt is. Gyakorlatilag hiába nemzetközi hírű tudós, úgy lebeg. Tehát úgy igazából nem válik mondjuk a közoktatásban a szerepe hangsúlyossá. Na, ezt a könyvet egyébként mindenkinek ajánlom, mert nagyon jól ír, szinte olyan, mintha anekdótákat gyűjtött volna össze, tehát nagyon könnyen lehet olvasni, csak hogy végig a keleti kapcsolatrendszerről van szó, és a legtöbb komolyan tárgyalt fejezet Szent István utáni évszázadokra vonatkozik, és mi derül ki? Nem Szent Istvánnal van a probléma. Mi történt az utolsó pár száz évben, és ha szűkítjük, mi történt az utóbbi néhány évtizedben? Tehát ezek a klasszikus nagy kérdések. Nikolaj Ivanovics, nagy esmény, tehát most azért, mert gondolom, hát az idősebbek egy ilyen szép veretes név hallatára hirtelen azt mondják, hogy nem értenek semmit. 1840-es években írját a költő, műfordító, etnográfus, útleíró, földrajztudós. Azok a magyarok, most szó szerint, tehát gondoljuk 1840-es években orosz szerző. Tehát néha bár tényleg annyit tudnánk magunkról most, amennyit rólunk tudnak szerte a széles világban. Lehet, hogy egy kicsit máshogy néznénk a dolgokat. Azok a magyarok, akiket Szent István erős kézzel hatalmas államban egyesített, országa keleten a Dnyeszter partjáig terjedt ki. Hallottunk erről valamit? Nem én írom. A Dnyeszter partjáig, és ha tudjuk azt, hogy oda nem messze már a Kaukázustól fölfele a Volga, Kaszpi-tenger partján volt egy hímres Kuma folyó mentén lévő Magyaria. Magyar nevezetű város. Hát, hogy érthető legyen, nem árt néha, nem azért mondom, csak az ember megzökken mindig, ha csak a magyar költészetet ismernénk. Kiderülne, hogy lenne történelmi tudatunk. De már azt se ismerni. Hát Vörös Marti Mihály, Kuma Magyaria, leírja ennek a magyar városnak az eposzát. Tehát újra elmondva, tehát hogy érthető legyen. Tehát a reformkor nemzedéke még a keleti magyarokról úgy tudott, hogy még városokat tartott számon. Mi pedig így nézünk megzökkenve, tágra nyílt szemmel.
hát nézhetünk néha időnként tényleg. Gyeszter partjáig terjedt ki, még nyugaton az Adriai tenger hullámai védték hatalmát. Na most ez érdekes, hát ő kelet, idézőjelben keleten van, tehát hol érzékeli a Szent Istváni magyar határokat? És ez a minimum bér, mert azért beljebb nem meri engedni. Tehát a Dnyeszternél. Ugyanakkor pedig nyugattal érezhető, hogy nem foglalkozik, nyilván ránéz egy térképre, Adriai tenger, na most ehhez képest az Adria szakértő, korabeli zágrábi kanonok és bosnyák püspök mit ír? Ibériáig. Tehát Ibériáig. Csak mi nagyon érdekes, csak olyan hatalomban tudunk gondolkozni, és ez a dolgok rákfenéje, amit a gyarmatosítók szoktak létrehozni. Most a magyar nem gyarmatosító nép. Tehát ez mit jelent? A hatalom nem gyarmati terjeszkedés révén lesz kézzelfogható valósággá, hanem elsősorban egy szellemi jelenlétet fog jelenteni. Ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy például a templomos lovagrendnek, amikor kialakítják az úgynevezett alapszabályzat rendszerét, és ez hát mondjuk harmadik Béla királyunk évszázadára tehető, na most ott nagyon sok probléma adódik, miért? Mert tőlünk nyugatra tényleg van egy vallási változás. Ez pedig mit jelent? Hát azt jelenti, hogy például Szent Bernát bemegy az egyik francia földön lévő templomba, és megnézi az ottani faragványokat, és felkiált. Mit keresnek keresztény templomban ilyen motívumok? Mikor vagyunk? Clairvaux-i Szent Bernát ki lehet találni, tehát most tegyük úgy a 1100-as évekre. Tehát ez mit jelent? Szent István utáni évszázadban vagyunk, és amikor elkezdik nézni, hogy mi van a templomok faragvány világában, és mi van a Szentírásban, mit mondanak? A kettő nem egyeztethető. Na de akkor kiképítették azokat a templomokat. Na, lehet egy kicsit tűnődni. Visszaszaladok, és akkor már nagyon koppány után években vagyunk, Szent László korában. Szent László az, aki a somogyvári kupa rezidencián, tehát a somogyi kupa földvárában felépíti azt a hatalmas bencés apátságot, aminek romjai ma is láthatók, Bakai Kornélásnak jegye. Valamikor tudni való, hogy a Balaton, hát a Balaton az megint nem annyi volt, amennyi volt, tehát megint egy érdekesség. Hát ha én abból indulok ki, hogy hogyan tudunk vetíteni vissza dolgokat, akkor nem árt tudni, hogyha valaki földrajzi szinten elkezdené magyarázni, hogy a 19. században milyen vízviszonyok voltak a Kárpát-medencében, hallgatóság túlnyomó többsége megtöbbenne. Könyörgöm, a Balaton mekkora volt? Hát azért ezt az idősebbek legalább a tananyagból tudják. Fiatalabbakról pedig ne is beszéljünk. Hát legalább kétszer akkora volt, világos? Hát le lett csapolva, nem tudom, hogy hallottunk-e róla. Hát még, na nem akarok irodalmi példákat hozni a Tüskevár alapján, de azért lehet ám tájékozódni. Az már egy tartalékként megmaradt rendszer. Lényeg az, hogy Bakai Kornél hol vagyunk? Somogyi kupa főhadiszállásánál, Somogyváron. A vár északi oldalán mit ásott ki? Hajó kikötőt. Hát egyébként onnan belátni a fél Dunántúlt, és a Balatont is lehet látni. Ha valaki elmegy, vannak nagyon szép kilátó pontok, tehát érdemes a helyszínen tájékozódni. Na most Szent László oda hoz be, és ez az érdekes, Dél-Franciaországból szerzeteseket. Most az egész koppány kérdés nem válik izgalmassá? Honnan hozod a szerzeteseket? Nem Németországból, Németország, tehát ezek ilyen mai fogalmak.
Nem, azért mondom, hogy nem Franciaország, mert 14. Lajos francia király tette a mai Franciaország területén kötelezővé a francia nyelvet. Tehát Provençal az nem soroljam a példákat. Tehát Dél-Franciaországban vagyunk. Most ezt minden eretnek történész tudja, mármint eretnekségekkel foglalkozó egyházi történész, hol van tulajdonképpen Nyugat-Európában a manikeista kereszténységnek az egyik fellegvára. Nem fogjuk elhinni. Dél-Franciaországban. Éppen Saint-Gilles és környékén. Honnan hoz Szent László szerzeteseket? És megparancsolja, hogy ott mindig ez a népesség adja a papokat, majd Imre király idején, tehát ő az az Imre király, aki tényleg király volt, ő harmadik Béla idősebb fia, fiatalabb fia, az majd második András király lesz. Tehát második András királynak a testvér bátyja, Imre király megszünteti ezt a rendszert, nyilván már okafogyottá válik. Tehát 1190-es évek végén, 1200-es évek fordulóján gyakorlatilag valami okafogyottá vált. Na idáig el szokták általában, már nem az okafogyottságig mondani a történetet, hanem merjünk megint úgy gondolkozni, hogy külföldről jönnek szerzetesek, az okokra ne kérdezzünk rá, nem külföldiek építik az apátságot, hanem a Szent László idejében épül ki. És magyar szerzetesek pedig mi történik? Innen pedig magyarok mennek oda. Ezt mindig elfelejtik. Hát sokkal egyszerűbb, ha minden külföldi külföldről idehoz vallást, értéket, kimutatható jelenségeket, hogy innen is megy oda, hát arról jól nem beszélni. Miért? Mert a templomi faragványok nagy része, és egyébként aki, nem tudom, hogy most mi a helyzet, az 1990-es években még dél-franciaországi templomokban adtak ki olyan kiadványokat, ahol elmondták, hogy az itteni faragvány világ teljesen idegen a nyugat-európai egyház művészettől. Honnan származik? Közép-Európából. Hol van Közép-Európa? Hát én úgy tudom, hogy valahol itt van. Na, már túl is van a dolog természetesen beszélve, de minden esetre, tehát kelet vagy nyugat, hamis dilemmáját remélem, hogy akkor kiiktathatjuk. Tehát röviden és tömören, tőlünk nyugatra nincs az a mintaadó nyugat, ami egyáltalán olyan egyesített értékrendet tudna felmutatni, innen nézve hát azt mondjuk, hogy hát erről álmodtunk mindig. Tehát hol fellobban valami, hol kialszik valami, egyenetlen a teljesítmény, és ráadásul Nemeskürti István is elmondta, le is írta. Most azért idézem őt, mert őt fénykorában nagyon sokan idézték. Nyugat-Európában, ami Árpád korunkkal megegyező időszakban, mi az, ami általában 7-8-10 évenként történni szokott? Éhségjárvány és pestis járvány. Ugyanakkor a Kárpát-medencében ilyennek van nyoma. Próbáljunk meg már nyomokat találni, de ne ilyen típusúakat. Következő, még egy egyszerű tétel. Tehát mivel Európa kellős közepén vagyunk, ilyen, hogy kelethez vagy nyugathoz való tartozás. Hát könyörgöm, mihez képes tudjuk eldönteni egy tájékozódási rendszeren belül, hogy tőlünk, mondjuk napszálta irányába nyugat van, napkelte irányába kelet van, ugyanakkor pedig egy irányba dél, a másik irányban pedig észak. Hát egy kontinens kellős közepén ez azt jelenti, hogy tőlünk Nyugat-Európa egy negyednyi égtájat képvisel. Kelet-Európa egy negyednyit. Észak és dél megint egy-egy negyedet. Magyarul, hol van valaminek a központja, a veleje, a sűrűje, a belseje? Hát itt Közép-Európában, Kárpát-medencében. A másik, Róma vagy Bizánc. Hát ezzel nagyon sokat fogunk találkozni. Még menet közben olyan izgalmas a kérdés, csak egy probléma van vele,
ha valamit, hát dilettáns az játszadozó kedvre megy vissza a jelentését tekintve, 1054-ben van a római egyházon belül az egyház szakadás. Tehát ez mit jelent? 1054-ig nincs ilyen kérdés, hogy Róma vagy Bizánc. Tudom, hogy nehéz felfogni, de hát az élet az megint olyan, 1054, tehát még egyszer neki lendülök. Tehát ha valaki addig bizánci keresztény, de bizánci nevet nem is használják. Miért? Mert Románia tőlünk ma is milyen irányba? Tudjuk, hogy a középkorban 1453-ig Konstantinápoly elestéig mit hívtak Romániának? A kelet-római birodalmat, Románia. Romaion Basileus, ez nem bizánciak császára, hanem a rómaiak császára, nem tűnik föl? Az kelet-római birodalom. Róma pedig a nyugat-római birodalom lett, miután a nagy Róma már annyira elaggott, hogy azt a hatalmas területet a Földközi-tenger medencéjében és Kis-Ázsiában nem tudta egybe fogni. Tehát ez mit jelent? Hatalmi központot Rómából átvitték Konstantinápolyba. Pont. És ezért van az, hogy Konstantinápoly élén és birodalom élén álló Basileus Romaion, tehát a bizánci egyház vezetője soha, tehát még egyszer, soha nem ismerte el a római pápát a római egyház vezetőjének. Megint mi a probléma itt? A probléma az, hogy 1000 év óta sikerült találkozni, és megint a csúsztatás. Nem orosz-moszkvai pátriárka, világos. Hát az 1000 évvel ezelőtt nem is létezett, hanem mivel megszűnt konstantinápolyi központ, tehát Rómából ment Konstantinápolyba, Kelet-Rómába. És melyik a harmadik Róma? Nem fogjuk elhinni. Moszkvát hívják harmadik Rómának. Ezt természetesen mindenhol tudják, kivéve a művelt városi körökben. Főleg, ha még vallás is van, mondjuk adott esetben. És gondoljuk végig, 1000 éve váratott magára a nagy találkozó, egyfelől jó, mert tényleg érdekes. Nem is létezett 1000 évvel ezelőtt Oroszország vagy Moszkva. Nem merül fel kérdésként, hogy lehet így történelmet alakítani? Hát milyen gyönyörű fényképek jelentek meg. Csak egyet felejtünk el. Ami ott van, még Mátyás király idején sem volt jelentős tétel. Világos? Hát legfeljebb ezek 500 évvel ezelőtti sarjadzásos, európai dominanciájú képletek, nem pedig 1000 évvel ezelőttiek. Na de el szokták mondani egyháztörténészek, hogy semmi probléma nincs a dologgal, mert ugyan tényleg 1054-ben volt az egyházszakadás, de ezt úgy kell felfogni, hogy már réges-rég megvolt, csak akkor véglegessé vált. Na most ez olyan, mint egy házasság. Most képzeljük el, hogy 30 év házasság után elválnak, és akkor azt mondják, hát kérem, már réges, már 30 évvel ezelőtt elváltunk, csak most váltunk el. Hát mindent meg lehet magyarázni. Viszont ugyanúgy egyháztörténészek elmondják, tehát van másik tábor is, és elmondják, hogy bár 1054-ben volt az egyházszakadás, de még legalább fél évszázadig tartottak az utóhullámzások. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. Akkor most melyik fél mond igazat? Attól függ, milyen érdekeltségi csapatba tartozik fel. Tehát, megyek szépen tovább, kereszténység vagy pogányság, tehát ez mit jelent? Szent István keresztény volt, idegen hittérítés révén, koppány, mert csak koppány létezik, és koppány magyarjai pedig pogányok, hát ez a csak koppány, ezt gondolom érezzük, tehát itt egy hangsúlyváltás történt, ez egy ironikus megjegyzés volt. Tehát úgy mondom, keresztény-pogány ellentét. A pogány, hát majd látni fogjuk a szó jelentését, mert majd érinteni kell, hogyha egy kicsit szünet után kérdés jobban elkezdjük bogozni, de egy biztos. Tudjuk-e azt, hogy a nem keresztény az hogyan hangzik? Tehát mondjuk így nyelv, hogyan szokták nyelvek kimondani, hogy nem keresztény? Például a magyar nyelven
hogy mondjuk, hogy nem keresztény. Segíteni fogok. Annak idején Csángókról egy rádió műsorban Nyisztor Tinka nyilatkozott. Csángóföldről. Be lehetett a műsor végén telefonálni. Ez egy jó 10 évvel ezelőtt történt. Aki betelefonál, következőt mondja. Mint tudjuk, ismerjük az ilyen nagyon okos, szinte azért telefonál be, hogy az ő tudását ország világ hallja. Mint tudjuk, a csángók azért egy nagyon archaikus, korabeli nyelvi állapotot beszélnek. Na most szó nincs erről. Csángók gyakorlatilag úgy, hogy van palóc dialektus, egy dialektus, ráadásul maguk maradtak, éppen ezért nem archaikus a nyelvi állapot, hanem hát éppen azért, mert misézni se lehet magyarul, hát kezd egy kicsit úgy vissza, hogy úgy mondjam, hullámozni. Tehát nem az archaikusság felé. De ő bennük ez egy nagy erőt, tudatot ad nekik, hogy hát úgy képzelik el, hogy az egy archaikus magyar nyelvi állapot. Szó nincs arra, minden magyar nyelvi állapot archaikus. Gyönyörű magyar nyelv, viszont a magyar nyelvet nem gyakorolhatják, akkor nem épülni fog a magyar nyelv, hanem romlani fog. És mint tudjuk, jön a folytatás, a szivárvány az nyelvújítás beli szó. Hát ő azt szeretné megkérdezni, hogy a csángók hogy mondják, hogy szivárvány. Szivárvány. Tehát nem tudom, hogy ha értjük-e, hogy miről van szó. Tehát nyelvújítás beli szó a szivárvány. A csángók egy nagyon ősi nyelvi állapotot képviselnek. Megkérdezi, mint tudjuk, tanulja, mint tudjuk, hogy nevezik a szivárványt. És mi a válasz? Szivárványnak nevezzük. Na most ezt jegyezzük meg, mert ez példaértékű. Tehát vannak elméletek, és van a valóság. És az elméletek, ha bevezetik, akkor nagyon szívósak, masszívak. Hát néha hetekig tart, még valaki egy nyavajából kigyógyul. Akkor gondoljuk végig, olyan nyavaják, szellemi nyavaják vannak, hogy nem is adódik a gyógyulásnak a lehetősége, mert nem is tudjuk, hogy ez egy nyavaja, hanem arra gondolunk, hogy ez egy természetes, egészséges gondolati állapot. Tehát magyarul a nem keresztény így szól, hogy nem keresztény. Tehát ez mit jelent? A nem keresztény úgy szól magyarul, hogy nem keresztény, a pogánynak pedig sok jelentése van, átvitt értelemben lett nem keresztény, az egész jelentéskör viszont annyira egyszerű, hogy hátborzongató. Págus főnévből származik, ez pedig mit jelent? Falusi, falun élő, falusi. Átvitt értelemben jelent népeket, és éppen ezért, amikor archaikus népi imádságokban ez szerepel, hogy pogányok markából ments meg Uram bennünket, akkor nem az van, hogy nem keresztény markából, hanem idegen markából. Aztán van egy ilyen, hogy két pogány közt, nem tudom, hogy hallottuk-e. Két pogány közt. Hát az egyik az elméletileg keresztény. Miért? Mert a Habsburg. A másik pedig, hát az egyik az a császárság. A másik meg az iszlám, a török császárság. Még arra lehetne azt mondani. Tehát egyszerűen gondoljuk azt, hogy a pogány családnév. Pogány vár, pogány gyűlő, pogány József. Vég nélkül lehet folytatni. Nem tűnik fel valakinek, hogy nagyon nehéz úgy egyházi életet élni, hogy történetesen a prédikáló pap, az kiprédikálja a pogányokat a templomban. Hát, hogyha éppen ott egy pogány dinasztia van, akinek az a neve szegények, hogy fogják magukat érezni? Tehát ezek nagyon egyszerűen nyomon követhető dolgok, hogy mindenre lehet jelentés réteget találni, de mindig meg kell nézni, melyik az elsődleges jelentésréteg. És aztán mikortól vesz fel újabb és újabb jelentéseket, az a szó. Hát számomra az egyik legkedvesebb példa a reform. Ha valaki az elmúlt 25 év, 26 év, több mint negyed évszázados eseményeket végigélte, minden egyes, hogy úgy mondjam, tönkretételnek mi volt a neve? Reform. Na most a reform az mit jelent?
visszaállítani, helyreállítani, nem tönkretenni. Tehát ha reformálok, akkor a Szent Korona tan. Miért? Mert az volt. Tehát mit szoktak megreformálni? Hát maga a református vallás. Tehát a jó szándék megvolt, hogy az eredeti keresztény értékeket visszaállítani. Hát minden folyónak van hordaléka, néha az embernek tisztálkodnia kell, tehát időnként vissza kell tisztítani dolgokat. Mint rákentek a századok, néha le kell mosni, úgymond a gyalázatot. Aztán ősvallás vagy új vallás, ez már a negyedik tétel, ez nagyon gyorsan elintézhető, bár nem fogom ezt majd a szünet után kerülni, mert lépten nyomon előkerül a téma. Hát, hogyha ismert a tétel, ha Árpád magyarjai mellkereszttel temetkeztek. Ráadásul erekje tartó mellkeresztek jelennek meg az egyik csoportban. Ráadásul, hát azt is tudni kell, hogy a leghivatalosabb egyházi vizsgálatok ezeket az Árpád vezér korabeli mellkereszteket így jelölték meg, hogy nem tudják, hogy honnan származnak. Egyet lehet megállapítani, nem Róma irányából, hanem valami keleti eredetű kereszténység. Na most honnan jöttek a honn visszafoglalók? Hát valami keleti irányból jöttek. Aztán az utolsó tétel, na ez mindig kicsapja a biztosítékot, idegenek vagy benszülöttek, idegenek és benszülöttek. Tehát egyszerű a refrén, Szent István behívta az idegeneket, hát Koppány meg ezért lázadt fel. Hát most nézzük a hivatalos állásfoglalást. Érdekes módon, na most ha valaki már volt akármilyen fokozatú iskolai kiképzésen, az pontosan tudja, hogyha úgy kezdődött egy mondat a tankönyv, hogy érdekes módon, akkor a diák mit csinál? Ugrik egyet, mert érdekes módon, ez mintha nem tartozna érdekesen módon, majd a számunkért tananyag világához. Hát akkor nézzük érdekes módon, hogy szól a mondat. Érdekes módon egyetlen később nagy politikai jelentőséget játszó nemzet ősesen vándorolt be Szent István korában. Érdekes módon. Nem tudom, hogy fölfogjuk-e. Érdekes módon mi mit énekelgetünk egyfolytában? Hát, hogy ő idegenekkel tart, behívja az idegeneket, jönnek-mennek az idegenek, és akkor érdekes módon azt szokták mondani, hogy hát behívta a németeket. Hát érdekes módon csak egy szerény kérdés. Ilyenkor érdekes módon a bajor német. Ilyenkor. Egyébként a bajor soha nem német. Mikor lesz a bajor német? Hát ha Szent Istvánnak vannak bajor lovagjai, akkor a bajor német. Se előtte nem számít németnek, se utána nem számít, és még ma is van egy nagy elkülönülés. Még Bonfini is leírja. Tudjuk, hogy ki volt Bonfini. Művelt itáliai humanista, érdekes módon, több mint 1000 oldalas történelmi munkájában érdekes módon leírja. A bajorok avarok. Pont. Boy avar. Tehát tulajdonképpen ők nyugati avarok. Akkor érdekes módon, ha onnan jönnek valakik, hova jönnek? Hazajönnek. Ugyanis bármennyire hihetetlen, nem már tudni, visszamagyarosodni is lehet. Világos? És a mai közgondolkozás olyan, hogyha történetesen, hát Csányogóföld az most egy érzékeny élményen alapulnak a mostani mondatok, gyakorlatilag idősek, a szülők, nagyszülők szín magyarul beszélnek, a gyerekek nem tudnak magyarul. Érdekes módon. Na most, akkor ha egy gyerek elkezd tanulni magyarul, most még meg lehet fogni, akkor mit fog tenni? Visszaszerzi az ősi anyanyelvét. Ha történetesen úgy megy el egy-két nemzedék, és akkor próbál visszatérni, akkor embertanilag ő még ugyanolyan magyar, mint bármelyikünk. Világos? Tehát innen kell egy kicsit, hogy úgy mondjam, testközelből érzékelni ezt az egész bajor-német ügyet.
Ezzel együtt hozzá kell tennem, hogy Gizella nekem sem szimpatikus. Tehát nem őt akarom mentegetni, hanem arról van szó, hogy Padányi Viktor, hát ő egy kiváló történész, őstörténész, ő Ausztráliába, emigrációba fejezte be az életét. Van vérbúcsúról egy tanulmánya, és van Szent Istvánról is. Nem tudom, hogy ki ismeri az ő munkásságát, fő műve ez a Dentum Magyaria. Talán így. Hát ő annak a nagy nemzedéknek a tagja, amelyik Badinyi Jós Ferenc, akkor Fehér Mátyás Jenő. Tehát ő egy tényleg kiváló és nagy tudású valaki volt. Ezt nagyon szépen kinyomozza, hogy álljon meg a menet. Hát ez a Gizella, úgymond Szent Istvánnak a felesége, ez Bulcsúnak, tehát tudjuk, hogy ki a Bulcsú vezér, tulajdonképpen Bulcsú vezér nővérének az egyik leszármazottjáról van szó. Hát azért gondolom, sejtünk valakit. Mit? Hát Bulcsú vezérről kéne beszélni, nem Koppány vezérről. Hát nem Koppány volt a világ legnagyobb hadvezére azokban az évszázadokban, hanem Bulcsú volt. És Bulcsú vezérről tudnivaló római patríciusi ranggal rendelkezett. És egy patrícius, majd idézem a egyházi szöveget, magasabb rangban volt akkor, mint egy püspök. Na, ezt a vérbúcsút tulajdonképpen állították félre. Tehát itt vannak hatalmas nagy ügyek, tényleg izgalmasak, tényleg lényegesek, és tényleg kellene velük foglalkozni. Hát ezek helyett meg kapunk ilyen nagyon szép dramaturgiai felhozatalú megoldási kísérleteket. Aztán 927-ben, most idézek az egyik történészünk munkájából. Na igen ám, de például ilyen idézetet soha nem tesznek be Szent István koráról szóló tanulmányba, hanem véletlenül szerepelnek, ez például egy Fehérvár régészeti topográfiáról szóló tanulmányba úgy csúszik bele. Érdemes odafigyelni a szövegre. 927. 10. János pápának Rómában a magyarok biztosították a pápai trónt. Mikor? 927-ben. 10. János pápának úgymond kalandozó magyarok biztosítják a pápai trónt. Hol vagyunk Szent István korától? Hát ez akárhogy nézem, ez bizony hát ilyen Zolta Taksony váltó időszaknak feleltethető meg. És kiderül, hogy tényleg Rómában választottak egy ellenpápát, és az igazi hiteles pápa az éppen arra bandukoló magyaroktól kért segítséget. Na most, hogyha itt a magyarság azt képviseli, amit nekünk általában hivatalos történészi munkák sejtetni engednek, akkor a következő pápa nemzedékek ezt a pápát soha nem ismerték volna el pápának. Miért? Most én fogom mondani, hát mert pogányokra támaszkodva vette vissza Szent Péter székét. Aztán ugrunk egy nagyot, itt a János pápák nagyon előtérbe kerülnek. 12. János pápa. 12. János, akinek a magyar neveltetésű Szalekusz, aki a pápa úrnak igencsak meghitt bizalmasa, ő 955-től 64-ig volt pápa. Tehát hogy szól a szöveg? Ezek végig nyugati egyházi szövege. A pápa úrnak a legmeghittebb bizalmasa a magyar neveltetésű Szalekusz. Még Kristó Gyula is megkockáztatja, hát gondolom sejtjük róla, hogy ő aztán tényleg nem lehet elfogultsággal megvádolni. Ez a Szalekusz, ez a magyar Szalók család névnek, nemzetség névnek feleltethető meg. És hát így jutunk el egy olyan időszakhoz, amely tényleg rendkívül izgalmas, de még mielőtt tovább mennék, megint egy ilyen idézet csokor felolvasása veszi kezdetét. Egyik kiváló történész Mag Ferenc, hát tőle más vonalon már idéztem. Van egy tanulmánya Kelet és Nyugat között, Géza fejedelem politikai vallási választása. Most itt már valami kiderül. A hivatalos történetírás és egyháztörténet
nem Szent István tartja a fordulat végrehajtójának, hanem nem tűnik föl Géza fejedelme. Ilyen az élet. Na most könyörgöm, ha Gézával hivatalosan elindul olyan, amit ma is hivatalosan elindítanak, akkor mi a helyzet Szent Istvánnak? Nem Szent István leszármazottja, hogy úgy mondjam, Géza, hanem Géza leszármazottja Szent István. Így szól a tanulmány. És próbálják megmagyarázni a lehetetlen, de itt olyan mondatok vannak kimondva, miért megkockáztatom, hogy érdemes felolvasni. Ugyanis hát az egész tanulmány arról szól, ha majd nem derül ki a végén, hogy az egész gézai manőver, amit aztán tényleg Szent István tetőz be, az nem vallási meggyőződésen alapult, hanem félelem motiválta. Tehát féltünk. Mitől féltünk? A császári harapófogótól féltünk. Tehát a német-római császárság és a bizánci császárság szövetséget kötött egymással. És milyen a magyar? Hát megijed. Elkezd félni, na de hogy kezd el félni? Hát most látjuk majd a példát. Miután az erdélyi gyulák a 10. század közepe óta jó viszonyban állottak Bizánccal, na hát ez mondom, sejtjük, hogy 10. század, 900-as évek, 950-es évek, amely térítő püspöke megkezdte az ortodox görög hit szervezett terjesztését is Erdélybe. Vagyis nem Géza fejedelem idején vagyunk, hanem Paksony idején. És Vérbulcsú és Gyula, az erdélyi Gyula idején. Csak hogy a Gyula méltóságnév, ez azt jelenti, hogy a hon visszafoglalástól Szent Istvánig erdélyi irányítói szerepkörében, hát a gyulai szerepkörben megjelenő Gyulát fogjuk látni. Tehát ez egy méltóságnév. És így folytatja. Megkezdte az ortodox görög hit szervezett terjesztését is Erdélyben. Az Árpádoknak emiatt Konstantinápolyban a sorban már csak a kevésbé hízelgő második hely jutott volna. Mondom, észrevettünk valami zseniális. Hozd meg és uralkodj. Tehát adva vannak az erdélyi gyulák, ők jóba vannak Bizánccal, és egyszer csak Géza idején, ha mi nem vagyunk jól, jóban Bizánccal, akkor nekünk a kevésbé előkelő második hely jutna a sorban. Kérdés, milyen sorban? Hát az olimpiai bajnokságban a rangsorban. Csak másodikak lettünk. Hát ehhez képest van egy apróság. Nem a magyar fejedelmek voltak adófizetői a bizánci császárságnak, hanem hát eleve Botond, eleve Gyula, eleve Bulcsú. Miért mennek le Bizáncba? Időnként lemennek és beszedik az adót. Na most ehhez képest gondolom érzékeljük ezt a nagyon szép eufémisztikus megfogalmazást, és már el van vetve a mag. Tehát ez mit jelent? Nem csak kívül van veszély, és a mai észjárás egyébként, hanem belül. És ha ideje korán nem csatlakozol nyugathoz, mert erre megy ki a játék, hát akkor Géza megnézheted majd magad. Olvasom tovább. Árpádoknak emiatt Konstantinápolyban a sorban már csak a kevésbé hízelgő második hely jutott volna. És ez nem kedvezett volna. Hát volna. Hát így lehet történelmet alakítani, hogy volna. Tehát nem kedvezett volna. Ez sem kedvezett volna a fejedelmi hatalom erősítésének. Egyébként most nem mármennyire ijedetlen, gúnyolódni akarok, lényegre döbbent rá Mag Ferenc, csak nincs meg az alap. Tehát miből indul ki? Nekünk valahova fel kell zárkozni, mert ezt tanították. Hát most nyúl bele a darásfészekbe, az egész Szent Istváni problematikába. Az erdélyi gyulák ténylegesen bevitték oda a római vallásnak, a római kereszténységnek az úgynevezett kelet-római ágát. Csak hogy, ezt ő is írja, mi okozza a legnagyobb problémát? Hát az, hogy a római egyháznak a úgynevezett kelet-római, vagyis a bizánci császár az egyházi vezetője. Vagyis
az erdélyi Gyula nem a magyar uralkodónak tartozik számadással, hanem a bizánci császárnak. És ez mit jelent? Kárpát-medence gyarmatosítása megkezdődik. És a Szent István idejében nincs határozott lépés, na ezt a határozottságot nem szeretik Szent Istvánban. Hát mit kellett volna Szent Istvánnak tennie? Az, hogy Magyarországot egyházjogi szempontból a magyar kereszténységet kihúzzák. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Tehát Cezáró papizmus van. Tehát még egyszer elmondom. Onnantól kezdve, mert Cezáró papizmus van, nem római pápa az egyházi, itt a konfliktus oka, hanem a bizánci császár számít az egyházi vezetőnek. És hogyha ezt az ágazatot hivatalosítják, akkor ez azt jelenti, hogy a magyar uralkodónak nincsen semmiféle, hogy úgy mondjam, ellenőrzési és hatalomgyakorlási jogköre, hanem kinek van? A bizánci császárnak. Hát így vált áldozatává az ügynek mondjuk Bulgária. Tehát így alakulnak mondjuk országokban érdekes anomáliák ki, akik eredetileg ugyanarról a törről fakadnak. És már a saját anyanyelvüket sem beszélik. Tehát fejedelmi hatalom erősítésének a belső szeparatizmussal szemben ez okok miatt kellett Gézának nyugatra fordulnia. És közben előtte megtudtuk, hát a bizánci császár most kötött szerződést a német-római császárral. Tehát mondom, megint észreveszünk valamit. Tehát Gézának mit kellett tenni? Nyugatra fordulnia. Na de te mondtad el már, mint mondják el a történészek, hogy második Ottó és első Ottó 972-ben hát Bizánccal tényleg szerződést kötnek. Ők kötnek szerződést. Tehát Géza hiába fordul a német-római császárhoz, mert mit fog mondani a német-római császár? Hát azt fogja mondani, hát nem vagy a NATO-nak a tagja. Vagy a Varsói szerződésnek a tagja alapjáraton. Tehát lehet egy teljes, hogy úgy mondjam, olyan egyfajta képtelenség árad. És ezekre aztán lehet építeni azokat a légvárakat, amiket aztán piros-fehér-zöld tartalommal, pogányokkal, napimádókkal, koppányokkal, istvánokkal, térítő-batyúzó szerzetesekkel, tehát mindennel meg lehet tölteni. Hát onnantól kezdve már csak dramaturgiai és rendezői kérdés. A lényeg az, hogy mi gyámoltalanok vagyunk, és valahova tartozni kell, és valahonnan kultúrát kell kapni. Na de olvasom tovább. Súlyosbította a magyarság helyzetét az, hogy a két birodalom, a német és a bizánci császárság 972 tavaszán rendezte politikai ellentéteit, és a két nagy hatalom kibékülését második Ottó társcsászár bizánci házasság kötése pecsételte meg 972 áprilisában Rómában. És emlékezzünk, 50 évvel ezelőtt János pápának kik biztosították a pápaitól? Hát úgymond kalandozó magyarok, akik az irányba tevékenykedtek. Az össze roppantással fenyegető német-bizánci szövetség szorításában a közvetlen bizánci támadástól félve Géza, most érdekes, a közvetlen német-római császári támadástól miért nem félt Géza? Nem? Hát ilyen alapon. Hát ők a szövetségesek, tehát még egyszer neki kell lendülni a nagy megállapításoknak. És hát az kiderült, hogy semmi belső kohézió nincs, csapongunk. És egyszer csak, ha ők egy kicsit összpontosítanak, akkor nekünk jobb meghúzni magunkat. Most kérdés így hangzik. Német-római császári haderő. Mikor tudta legyőzni a magyar királyi haderőt? Bizánci császári haderő ténylegesen, tehát úgy, hogy az területi, belső magyar területek elfoglalásával jár. Nem tűnik fel, hogy ilyen nem fordul elő? Szent István óta szinte soha? Nem tűnik fel, hogy itt valakik azért tudnak harcolni? És ez nem megalkuvás kérdés, hogy akkor most legyünk keresztények, vagy ne legyünk. Ez tényleg hitbeli meggyőződésem kell, hogy alapuljon.
az új magyar nagyfejedelem, tehát közvetlen bizánci támadástól félve Géza az új magyar nagyfejedelem, német uralkodó első Ottó felé fordult. Most ezt nem is olvasom tovább, hanem még szünet előtt még egy izgalmas részt átveszünk, és a szünet után majd folytatni fogjuk. Most ehhez képest jön Szent István legendája. Hallottuk ezt a nagyon érdekes, félelmetes helyzetet. Na nézzük meg, hogy fia életében mi történik. Mert Krisztus emberi életének színhelyén magában Jeruzsálem városában szerzetes kolostort alapított és birtokokkal meg szőlőkkel gazdagította, hogy abból biztosíthassák a mindennapi megélhetésüket. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy hol van Jeruzsálem. És ki alapított kolostort, szerzetesi kolostort? A magyar király. Na most a gyors kérdés így hangzik. Ha tegnap előtt lett keresztény, és még tanulja a teológiát, és hát mivel nyugatos beállítottságú, és ezért valószínűleg nagyon gyorsan tanulja a teológiát, mert nagyon jó nyugat-európai demokratikus mesterei van. Tehát ez vitathatatlan. Tehát most irónia szólalt meg természetesen. Hogy alapít ő, aki éppen most lett keresztény, világos, Jeruzsálemben kolostort és templomot? Látom, hogy nem értjük, tehát nem baj. Nincs ilyen példa a világ történelemben, hogy hirtelen keresztény lesz egy nem keresztény világból egy nép, és hirtelen, jaj de jó, hogy megkeresztelti, lép Jeruzsálembe megyek, akkor alapítok egy kolostort. Nem idegen építő mesterekkel és papokkal, hanem ő alapít kolostort. Na, olvasunk tovább. A szőlőkkel gazdagította a birtokokkal, ez azt jelenti, hogy ott komoly birtokok vannak. Egyébként, ha valaki harmadik Béla király korával egy picit foglalkozott, akkor megdöbbenhet azon, hogy amikor ő még a bizánci trón várományosa volt. Mánuel volt a bizánci császár, és meghívja Bélát, a mi harmadik Istvánunknak a testvérét, második Géza király második fiát, mert az első fia, a harmadik István Magyarország királya. Kit hív meg a bizánci császár úgymond örökösnek, hogy ő legyen a bizánci császár? A magyar királyfit hívja meg. Általában ez úgy van bevezetve, hogy Béla Bizáncban ment. Bizáncban nevelkedett. Bizáncban tanult. Van benne realitás, csak egészen más a helyzet, hogy ő oda megy kulturálódni, hogy a trón várományosa és örököse. Soha ezekben az évszázadokban más házból való császárfi nem lehetett a magyar trón örököse. Magyar királyfi vagy magyar királyfi lehetett volna német-római császár, ilyen volt például Szent László, de elutasította. És hát magyar királyfi majdnem úgymond bizánci császár lett. Fordított példát nem ismer a történelem. És kevesen tudják, de ennek van egy jogi vetülete is. A magyar király nem egy a királyságok közül, de ezt majd tisztázni fogjuk szünet után. A magyar király császári jogú király. Tehát ha akar, betöltheti a német, római vagy a bizánci császári széket. Ha akarja. Csak a magyar királyok általában nem akarták. De majd Zsigmond megteszi egy kényes történelmi helyzetben, mert ő magyar királyként német-római császár is lesz. És nem német fejedelmet nevez ki magyar helytartónak, hanem Kanizsai János esztergomi érseket nevezi ki Németország helytartójának. Tehát néha azért föl kéne ébredni. Na de, olvasom tovább. A világ fővárosában, Rómában, és érdemes odafigyelni, hogy melyik központ mit jelent. Hát az egyik tényleg egy ókori birodalomnak a fővárosa, tehát megérdemli ezt a nevet. Gondolom észrevettünk valamit. Nem a pápai tekintét emeli ki, hanem a világ úgymond világi típusú birodalmi központja Róma.
Jeruzsálemben, ahol Jézus emberi természete szerint tanított. Tehát a világ fővárosában, Rómában szintén létrehozott egy minden eszközben bővelkedő 12 kanonokból álló testületet Szent István első vértanú tiszteletére. Mellette pedig kőfallal kerített be egy területet, na itt megáll az ember. Mikor volt Fehérváron római pápának, vagy Budán, vagy Visegrádon, vagy Esztergomban fallal körül kerített külön rezidenciája? Na mikor volt? Nem tűnik fel, hogy ez a mikor, ez a semmikor kategóriájába tartozik? Na de mi lesz Koppánnyal és Istvánnal? Mi lesz a pogányokkal és a keresztényekkel? Az ember megdöbben. Most lett Szent István keresztény, hogy érthető legyen. És Rómában központot alapít. Róma pedig nem alapít itt központot. Na de ez még nehogy azt higgyük, hogy ezzel megúsztuk a dolgokat, ugyanis ilyenkor lábjegyzetben elmondják, hogy hol van ez a Szent István templom. Ezt azért olvasom föl egyébként pedagógiai okokból, mert ha csak úgy el lehetne mondani, állítom, hogy a hallgatóság többsége nem hinné el. Arra gondolna, hogy hát kicsit úgy szépítgetünk, mert nem szoktunk szépítgetni. Ami meg szépíteni való, az tényleg tessék szépíteni. Ebben az ügyben az nem a szépítés, az igazság játssza a főszerepet. Így szól a lábjegyzet. A római alapítás a régi Szent Péter Bazilika déli oldalán álló Szent István első vértanú templommal és préposztsággal azonosítható. Hova építkezik Szent István? Hova építkezik? A pápai templom, nem Róma külvárosában vagyunk, hogy figyelj, magyar király, hát ott van Róma kül, 7 domb mögött még van egy völgy, ne is lássuk innen, építs oda valamit. Adva van a római pápai fő templom, és ott épít Szent István templomot. Mikor épített Fehérváron, Visegrádon, vagy bármelyik faluban római pápa közvetlenül templomot? Soha az életben. Na de, amit elkezdtünk, azt befejezzük. Mellette pedig kőfallal kerített be egy területet, magyarul külön várat hoz létre. Hát kőfallal bekerít egy külön hangsúlyoz. Ez egyébként Szent István annak a legendájából idézek, amit a római pápa fogadott el. Ez a harmadik féle legenda változat. Könyves Kálmán korából. De a nagy legenda is tartalmazza. És gondolom tudjuk, ezek a Róma által elfogadott legendák. És az úgynevezett évszázados Szent István vagy Szent László legendák pedig nyomtalanul lehető. Hát az erről oda kell figyelni. Nekünk gyakorlatilag külföldi szerzők tollából vannak legendák, és nem a külföldi szerzővel van a probléma, hanem a maiakkal, hogy nem olvassák. Tehát így szól a szöveg. Kőfallal kerített be egy területet, rajta házakkal és szálláshelyekkel. Az apostol fejedelme Szent Péter küszöbéhez imádkozni jövő magyarok számára. Na de tovább olvasom. Még magát a császárvárost Konstantinápoly sem fosztotta meg jótéteményeinek ajándékából. És minden tartozékkal felszerelt csodás művű egyházzal ajándékozta meg. Most érdemes figyelni. Méltán nyerte tehát birodalma határain belül az apostol nevet. Hol van a magyar király határa? Hát kaptunk egy hatalmas nagy háromszöget. Jeruzsálem, Konstantinápoly, Róma. Nem Magyarországról van szó. Méltán nyerte el birodalma határain belül az apostol neve. Egyébként mindenki tudja, hogy például a pálosoknak Táborhegyen, Színeváltozás hegyén kolostorunk volt. Tehát nehogy azt higgyük, hogy ezek egyedülálló csacskaságok. Még Kristó Gyula is leírja. Ezt azért mondom mindig így, hogy tényleg érdemes ezen eltűnődni. A zarándokutakat Jeruzsálembe. És nem lehetett zarándokolni. Miért? Hát próbáljon meg valaki azokban az időkben, hát ma is előfordul az, hogy egy turista eltűnik mondjuk két falu között valahol. Tehát nem gondolunk, hogy mi az, hogy zarándokmenet.
hát biztosítani kell utakat, világos? Hogy a zarándok tényleg megérkezzen. Ki biztosította Jeruzsálembe vezető zarándok utat? Szent István a magyarok első királya. Tehát Szent István előtt csak ritka pillanatokban jutnak el mondjuk tőlünk nyugatról, zarándokok, szárazföldi úton, Jeruzsálembe. És hát Bélának, mint királyfinak, mert ez úgy elmaradt, hát egyszer, egy harmadik Béla emlékezete című forrásgyűjteményben olvasható, mint magánembernek a Szentföldön milyen birtokai voltak. Például Emmaus vára, Emmauszi országú. Mi történik ott? Hát Jézus a feltámadás után éppen azon az országúton megy, és találkozik a tanítványokkal. Tehát, hogy érthető legyen, nem szűkülnek be a határok se Szent István alatt, sem Szent István után, hanem mi szűkítjük be. Következő. Ugyancsak, hát mert Szent Istvánnak, már úgymond Szent Istvánnak, követei elmennek Rómába. Na ez adta a legtöbb félreértést és problémát. De mivel valóságos helyzetet fejez ki, tehát most nem mondom, hogy milyen problémát, tehát úgymond a koronaküldés, hát ezekre a forrásokra szokták visszavezetni. De hát ez egy külön kérdés, majd visszatérünk rá. Igen, ám, de nem az a lényeg, hogy most küld vagy nem küld, mert ezt megint el szokták mondani, legfeljebb visszaküld. Visszaküld valamit, ami oda kerül. De be kell látnunk, arra sincsen nyom. Tehát, hogy honnan ered a Szent Korona, az egy külön kérdés. És egy biztos, a középkorban hogy tudják, Isten küldte, angyal hozta egyenesen Szent Istvánnak. Hát akárhogy nézem, hiába fordítgatom a fejem jobbra-balra, mert felülről érkezőnek tudja a magyar hagyomány egészen a 19. századig a magyar Szent Korona. És tudom, hogy nehéz elhinni, Szilveszter pápa föl sem merül. Amikor pápai koronaküldés felmerül, akkor egy olyan János pápa neve jelenik meg, aki nem Szent Istvánnak, hanem Gézának volt a kortársa. Tehát ez megint mit jelent? Jobb nem idézni még a barokk korszakból származó forrásokat sem, például a Révai Péter koronáról leírását, akkor mi lesz Szilveszterre? Akkor magára maradt pont Szilveszterre. Aztán nézhetjük azt a Szilvesztert, hogy mi lesz Szilveszter nélkül abban a pillanatban. Na most, meg nem nevezett. Tehát bármennyire hihetetlen, Szent István, Hartwig féle és a nagyobb legenda, nincs megnevezve a pápa. Egy Mieszko nevezetű lengyel fejedelem meg van nevezve, csak hogy az a Mieszko, az nem Szent Istvánnak, hanem Gézának volt a kortársa. Tehát ez Szilveszter nem lehetett. De nem is ez a lényeg, hanem mit mond? Ezt mondja. Mondjátok meg uratoknak, én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola. Na most, ha most ért meg, éppen most Gizellával jöttek a batyuzó, tényleg szerzetesek, már koppány már ott szárad darabjaiban, már tényleg, akkor hogy van ez az üzenet? Én apostoli vagyok. Ez azt jelenti, hát most egy más megközelítésből kiszaladunk az utcára, és azt mondjuk, álljon már ide egy magyar. És akkor valaki azt mondja, én magyarországi vagyok, de ő magyar. Tehát én apostoli vagyok, apostoli, de ő Krisztus apostola. Hát ez hierarchikus különbség. És közelítünk az apostol világa felé, ugyanis apostolt, főleg királyi rangba, soha senki nem térített meg. Pont miért? Mert aki apostol, az a térítő. Na de újabban a magyarságnak a szolgaságuk. Mármint a hivatalos, hogy úgy mondjam, sorskiosztási gyakorlatban. Tehát ez mit jelent? Csak idegen hittérítő, magától úgyse jött volna rá semmire, és a többit már hát általában lehet sejteni. Én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola, ha Krisztus annyi népet térített meg által. Nem szívesen mondom, de mégis el kell mondani.
tudom, hogy nem sok valóság alapja van, vagy ha van, akkor nagyon utána kell járni, kell máshogy fogalmazni. Hétköznapi megközelítés és hétköznapi logika síkján nincsen, csak hogy van Lengyelországban és Bulgáriában is egy makacs hagyomány. Ez pedig hogy szól? Szent István térítette őket a keresztény útra. De nem az én hagyományom, lengyel hagyomány. Lengyel hagyomány. És hát még a lengyellel tartjuk szerencsére a kapcsolatot, de a bolgár ugyanolyan tőről fakadt. Hát ez a szöveg, hogy egyedül vagyunk itt. Egy normális, jó, úgymond ráindulással. Nem tudom, hogy ki ismeri a ruténeket, ruszinokat. Mit mond második Rákóczi Ferenc? Ki az ő leghűségesebb népe? Ki az ő leghűségesebb népe? Akkor ott van a lengyel, ott van a bolgár, ott van a horvát. Ott van a bosnyák. 5 pillanat alatt rendet lehetne vágni. De mi olyan, nem tudom, mikkel vagyunk el, tudom, hogy miért hozzá kell tenni, tehát itt hiába mondunk ostorozó szavakat, mert tényleg ez a helyzet. Na de újra tudni kell azt, hogy egy nagyon egyszerű példát fogok elmondani, egy kiváló barátunk, egyébként papról van szó, hogy melyik felekezet, ezt nem mondom, mert könnyen felismerhetővé válik. Viseletbe lement Bukarestbe. Na mi történt? Az ottani parlamentbe. Körbevették, és csodálták, hogy milyen gyönyörű magyar viseletben van. Mit várnak a magyartól? Fogjuk már föl azt, hogy magyar legyen. Ez nem azt jelenti, hogy szeretni fognak érte, de tisztelni és becsülni fognak. És ma egyik sincs. Miért? Mert nincs. Gondoljuk, mit lehet, tehát ha kívülről látnánk magunkat, ahhoz képest, amink van, amit magunkból mutatunk a világ felé, ez több, mint tragédia. Ha újra elmondom, van élő hagyományvilágunk. Van egyházi, van világi, van néphagyományunk, minden hagyománnyal rendelkezünk. Adva van egy olyan egyszerű tétel, és ezt nem azért mondom, csak a mihez tartás véget, egy gyors kitekintés. Elhangzott már egyébként. A Föld golyóbison levő összes kórház, több mint 50%-a, kinek a nevét viseli? Árpádházi Szent Erzsébet nevét. Világos? Hát nem ezt várja tőlünk jelen pillanatban a világ. Azt viszont észrevesszük, hogy ha köhintünk, az egész világháló beleremeg. Nem tűnik föl valami? Hát bárki bármit megtehet a környéken. Ha a magyar megszólal abban a pillanatban, Amerikától a világ végéig, hirtelen. Hát legalább itt kellene egy kicsit észnél lenni. Akkor mégsem olyan kicsi? Mégsem olyan jelentéktelen? Hogy lehet az, hogy más környékbeli ország esetében elő nem forduljon? Mi bármit csinálunk, véletlenül elcsúszok az utcán, és mondjuk egy zaftos, zamatos káromkodásba torkollik bele. Már abban a pillanatban közzé teszik. Na de, tovább szaladok, amennyire lehet. Lesz, mert ne aggódjunk, csak úgyis még csak 3-4 hét sincsen, és amúgy se 6-kor kezdtünk. Énkor mindig gondoljuk az általános iskolás gyerekekre. Hány órát kell végülni, az, hogy 3-4 óránként van? De ez egy külön kérdés. A harmadik tétel. Minden cselekedetét teljesen Istennek szentelte. Fogadalom és felajánlás útján szüntelen imáiban magát és királyságát az örökszűz Istenanya Mária gyámsága alá helyezte, kinek tisztelete és dicsősége, most megint a figyelemre méltó mondatrész következik, a magyarok közt oly nevezetes, hogy nyelvükön, ezt Hartwig püspök írja, aki nem magyar származású, hogy nyelvükön még e szűz mennybe menetelének ünnepét is, tulajdon nevének hozzátétele nélkül csak úrnő napjának emlegetik. Tehát vissza Szent István korában és a költői kérdés.
Ha augusztus 15-e ünnep, ez Mária mennybe menetele. Érdekes módon úgy nevezik Magyarország szerte, ahol sehol nem hívják az egész világot. Hogy hozhatták ezt ide térítő szerzetesek? Tehát megint, hogy hozhatod ide olyat, ami nála nincsen? Semmi probléma, hivatalos történettudomány megoldja a problémát. Hát hozta és kész, hát is tudjátok. Hát azelőtt pogány volt, megkeresztelkedett, keresztény lett, és például Szent Imre legendájában lehet olvasni, hogy Szent Imre Veszprémben egy nagyon ódon, nagyon régi, nagyon ősi, Szent György tiszteletére emelt templomban imádkozik. Na most, hogy lehet Veszprémben ez a királyné fejedelemasszonyi központ? Valami nagyon régi, nagyon ódon, nagyon nagy múlttal rendelkező, hogyha mondjuk éppen 16 évvel annak előtte lett mondjuk keresztény Szent István és az egész népe. És akkor a gyors kitekintés, amit mindig emlegetünk, csak hát megint a úgynevezett figyelmen kívüli kategória jut neki sajnos, semmiféle adat nincs arra, hogy nyugat-európai templom alaprajza Kárpát-medencei 11.-12. századból bármikor előkerült volna. Én egy dologról tudok. 10 falu népe építsen egy templomot. Tudom, hogy nehéz a helyzet, mert hol van a brüsszeli pályázóbizottság, vagy a beadványok. 10 falu népe. Tehát nem arról szól a törvény, hogy 10 falu népe írjon ki pályázatot. És akkor jöjjenek külföldi kőfaragó és kővető mesterek. Ez megint olyan kérdés, hogy egy lószerszám elkészítése, egy tarsolylemeznek az elkészítése, vagy ekkora nagy kőnek a kifaragása. Melyik igényel finomabb kézügyességet? Nem fogjuk elhinni. Melyik igényel? Hát aki ki tud faragni egy úgymond ötvös művészeti szinten dolgokat. Nézzük meg, a Nemzeti Múzeumban lehet látni az úgynevezett tarsolylemezeket. Ott van az egész honvisszafoglalás kori régészeti anyagból, hát legalábbis egy áttekinthető rész. Hát aki ilyen finomságokat létre tud hozni ekkora kőbe, és az ember nem érti. Hát könyörgöm, lószerszámot készít, palmettás vereteket készít, ékszereket készít, egy követ nem tud kifaragni. Hogy gondolják ezt tényleg? Ez valami döbbenetes tétel. Hát nézzük meg csak azt, ami mondjuk a magyar házalkotási folyamatba tetten érhető, a magyar ház az fogalom, az úgynevezett házépítési gyakorlatban. Kárpát-medencén belül léteznek ezek a háztípusok, belül Kárpát-medencén kívül nem léteznek. És kik építik fel? Ki készíti el a cifraszűrt? Ki készíti el történetesen a festett bútort? Ki készíti el a hegedűt, ha muzsikálni akar? Ki készíti el a furgát? Ki gyógyítja meg az állatot? Nem állatorvost hívnak. Tényleg valaki nem... Na, mindig oda jutunk, hogy az ember beleremeg, abban nem tudom milyen visszavetítési a mai nincsünket, látókör nélküli nézésünket úgy vetítjük vissza, csak egyet nem értünk. Akkor hogy van ilyen dicsőséges történelmi mód? Akkor miért szól a déli harangszó? Tudom, hogy megmagyarázzák, hogy nem azért szól. Hát, ha elhiszed, akkor neked nem azért szól. Ha magyarázni, én is tudok bármit. Hát pont oda jutottunk, hogy mindenünket hordják szét. Mert annyira elsilányos a úgymond világhoz való hozzáállásunk. Na, de nem ilyen rossz a helyzet, csak újra és újra a példák révén az ember egy kicsit meghökken. És végül még egy idézet. Magában a királyi székvárosban, melyet Fehérvárnak mondanak, ugyanezen örökké szűz dicsőségére és nevére, híres, hatalmas, csodálatos művű bazilikát kezdett építeni. Hallottunk olyat, hogy külföldi építőmesterek római engedéllyel átlépték az építkezésre kijelölt területek határait? Gondolom észrevettünk valamit. Meg sincs említve Róma.
mint római pápa, hanem ő. Ő épít Jeruzsálemben, ő épít Rómában, ő épít Konstantinápolyban, és nyilván épít idehaza is. Na nézzük meg, hogy mi. Magában a királyi székvárosban, melyet Fehérvárnak mondanak, ugyanezen örökké szűz dicsőségére és nevére, híres és hatalmas, csodálatos művű bazilikát kezdett építeni. A kórus falán színpompás, más fordításban tarka. Jó a tarka, de hát azért mondom, tudjuk, hogy nem tarkáról van szó ebben az esetben. Tehát vésetekkel, márványlapokból kirakott padlóval. Aki ezt látta, szavaink igazságáról tanúságot tehet. Mit ír Kálmán király idejében? Ő külföldi. Nem élheti. Szóval, aki ezt látta, szavaink igazságáról tanúságot tehet. Magyarul nem hétköznapi építményről van szó. Szinte elmondja, hogy hát, aki látta, azt tudja. És majd a török források, majd sok száz év elteltével, hogy emlékeznek meg Budáról, Fehérvárról és a többi épületről, az egy külön kérdés. Hogy emlékeznek meg? Szulejmán szultán áll a Dunaparton 1526. szeptember elején, 6 teljes óra, nem én mondom, Mohács emlékezete forrásgyűjteményben olvasható. 6 teljes órán nézi a budai királyi palotát, látta a gízai piramisokat. Járt Baalbekbe, hogy érthető legyen. És mit mond? Ilyet még nem látott. És még Zrínyi Miklós korában is a török írók azt mondja, ilyet ember nem tud építeni. Hát ezt rombolták le, ezt tűnt el. Tehát így szól a szöveg. Aki ezt látta, szavaink igazságáról tanúságot tett. Számtalan fajta miseruha, oltárdísz és más ékesség van ott. El lehet hinni, hogy templomokat hoznak, batyúzó térítő szerzetesek, miseruhákat hoznak, csak nehogy pucéran misézen a frissen megtérített népnek a papja. Érdemes elmenni Esztergomba az egyházi bazilikának a egyháztörténeti múzeumába. Ott olyan miseruhákat lehet látni, ez a domborított. Na de mivel van domborítva? Kiderül, ha nem ott mondja el maga a múzeum igazgatója, az ember azt mondja, hogy hát jó, még gondolkozunk a dolgon. Mindenki tudja, hogy ilyen miseruhákat egy helyen csináltak csak Magyarországon. Nem egyszer úgy jelenik meg a kereszt, ahogy nem úgymond egy méltani ábrázatként, hanem élő eleven faként és domborítva van. Tehát a szövés domborított. És mi adja meg a domborulatát? Egyetlen egy ilyen miseruha, mondjuk egy palást, hát előfordul, hogy több 10 kiló gyöngyöt tartalmaz. Na de milyen gyöngyöt? Hát én itt fogtam meg már ott az asztalt. Maga a múzeum igazgató mondta el. Ezekkel a öltözetekkel van egy probléma. A gyöngy. Honnan származik? Ócel. Tehát nem Adria, nem innen-onnan. Például püspöki süvegek, érdemes megnézni, itt merek súlyt is mondani, 2,5-3 kilónyi gyöngy. Hogy kerüljen mennyiségű ide? Tehát, hogy érezhető legyen, ilyen kérdés, mert egyszerű dolog, ott van kiállít. Helyette Koppány István. Lehetőleg vetélkedő műsor keretében, mert az izgalmas, aztán majd Eurovíziós dalfesztivál, aztán majd mindig lehet valamiért izgulni. Tehát így szól a szöveg, hogyha most visszatérve, ha még a miseruha is olyan, ami nincs máshol, akkor véletlenül egyszer nem lehet eltűnődni, hogy végig olyan dolgokról beszélünk, ami itt van, máshol nincs. Hogy nem hozhatta onnan, ahol nincs. Ezt mindenhol megértenék, kivéve a világnak azt a helyét, ami itt jelöltetett ki. És minél okosabb valaki, minél tudományosabb, minél tanultabb, annál inkább ilyenkor félrecsapja a fejét, hát én sokszor láttam,
nem akar megbántani, megjelenik egy ilyen furcsa mosoly az arcon. Szegény látná, soha az életben nem merné itt mosolyogni. Miért? Hát mert, hogy mondjam, pszichiátriai eset. És ilyenkor mit szoktak mondani? Na, ne butáskodj, csak nem gondolod te is komolyan. Hát ilyen nincs. És hát úgy tűnik, hogy nem így dőlnek el dolgok, hogy én komolyan gondolom, vagy nem gondolom komolyan, hanem bizony ott van. És visszatérve a templomi alaprajzokhoz, tudnivaló építészettörténetet tanítják. Analógiákkal probléma van. Nem nyugatra mennek, hanem keletre, és azon is belül a Kaukázus irányába. Hát itt felolvastam talán másfél vagy egy évvel ezelőtt, amikor ez a téma kör volt. És például Örmény, kaukázusi Örményország annak a központjában lévő, hát a fő templom, alaprajz formája. Nálunk hol jön elő? Falusi templomnál. Akkor gondoljuk végig, mi lehetett a mi királyi központunkban, világos? Hogyha a falusi templomok, mondjuk Szegedtől néhány tíz kilométerre, a pusztaság, azzal a mértani alaprajzzal rendelkezik, ami Kaukázusban, királyi központban látható. Egyébként Gondos Béláék a kaukázusi Örményország templomairól szóló könyvben szépen publikálták is. Gondoljunk a feldebrői templomra. Végig lehetne Tarna-Szentmáriai templom. Tarna-Szentmáriai templomról be is vallják, hogy kaukázusi mintázatú. Na de hogyan? Meg kell magyarázni, hogy hogyan. Hivatalos magyarázat az, most ez tényleg így van, hogy Gézának van egy testvére Mihály. Mihály kimegy a Quedlinburgi 973-as találkozóra. Egyébként nem megy ki, ez egy hipotézis. Csak hogy meg lehessen magyarázni a Tarna-Szentmáriai templomot, tehát kimegy a második Ottó, harmadik Ottó ott fog meghal, vagy első Ottó akkor hal meg, jön a második Ottó, Teofánó hercegnő, bizánci hercegnő már feleségül vette, Mihályunk kimegy, soha senki nem látta kimenni. Soha semmilyen adat nem. De érdekes módon, ilyenkor a hipotézis úgy lép elő, hogy hát kiment. Éppen a Kaukázusból is járhattak ott építőmesterek, hol? Éppen ott. Éppen beszélgetést kezdett velük, és nyilván hogy alakult? Hú, mesterek! Nem jönnétek Magyarországra? Megyünk hová? Tarna-Szentmáriára. Gondolom tudjuk, hol van Tarna-Szentmária, a Mese királyi központ. Egyszerűen meg kellene már végre döbbenni. De hát az még várat magára, leginkább a szünet vágyjal össze. Hova, de még mindig csak 7 óra lesz 5 perc múlva. Na, tehát számtalan fajta miseruha, oltárdísz és más ékesség van ott. Az oltárok körül több színaranyból kalapált tábla, melyekben a legdrágább kövek sorozatait foglalták. Krisztus oltára fölött csodálatos művű cibórium emelkedik. A kincses kamra mindenféle fajta kristály, ónix, aranyezüst edénnyel színültig rakva. Ezt a szépséges, fentebb leírt egyházat a király saját templomának tartotta meg, és olyan szabadsággal ruházta fel, hogy fölötte egyik püspöknek se legyen semmiféle joga. Na most megint egyházügyi kérdés. Kik voltak az Alba Régia koronázó és temetkező templomának a papjai? Tehát tudom, hogy kevesen gondolnak erre, hát itt egyházügy is van. Tehát magának megtartja, és se a magyarországi egyházi hierarchia, se a római, tehát semmilyen irányból az itteni papság fölött senki nem gyakorolhat semmiféle hatalmat. Kik ezek a papok? Hát ezt kellene kutatni. Hát ez bármennyire különös, ez annyira izgalmas kérdés, ugyanis felmerül, hol tanulni. Eleve hol van ennyi püspök? Szent István alapít kapásból 10 püspökséget. Szent Gellért, na engedelmet kérek. Szent Gellért, amikor idejön, már van csanádi püspökség.
és a családi püspökséget megüresedés esetében Szent István Gellértnek ígéri. Nem téríteni jön és püspökséget alapítani ide. Csak hogy mi a probléma? Tőlünk nyugatra püspökséget csak római pápai engedéllyel lehet alapítani. Itt meg nem tudnak ilyen engedélyről, hanem alapít. És maga a pápa is elismeri, hogy én csak apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostol, ha Isten annyi népet térített meg általa. És akkor itt egy kis kitekintés, tartományai 10 püspökségre osztotta, az esztergomi egyházat a többiek fejévé, felügyelőjévé tette. A törvényekből, Szent István törvényeiből, most ugrunk a világi színpadra. 22. És arra gondol az ember, hogy hát nyilván megmaradtak Szent István törvényei, na ott ő eltiltja az ősvallást. Mutasson nekem valaki a középkorból ősvallást tiltó törvényt. És kiderül, hogy hát a Corpus Jurisba 15. században, na de kinek tulajdonítják? Első András magyar királynak. Fél évszázadra vagyunk Szent István trónra lépésétől. Tehát megint nem tűnik fel valami, hogy sok minden tényleg van, csak van egy probléma. Általában ez a sok minden pont Szent István korában nincsen. És később is úgy van, hogy azért nem egészen az a végső következtetés. Tehát így szól az 22. törvénycikke. Mivel Istenhez méltó, és az embereknek a legjobb, hogy minden ember az életének folyását a szabadság élvezetével vezesse. Van most ilyen törvény? Emberi jogok nyilatkozata van, amiről senki nem tudja, hogy mit jelent, de már eleve úgy emberi jogok óceánon túl, hogy az indiánokra nem vonatkozik. Ezt gondolom tudjuk a hivatalos, kivéve az indián. Hát én is tudok ilyen szép dolgokat, mert szeressétek egymást, gyerekek, love me, touch me, világproletáriai, egyesüljetek, majd ha a bőség asztalánál mindenki. Hát szóval azért az élet az nem ilyen beszédek tárháza. Tehát, mivel Istenhez méltó és az embereknek a legjobb, hogy minden ember az életének folyását a szabadság élvezetével vezesse, a királyi törvény szerint az a határozat született, hogy az ispánok vagy vitézek nemesek közül ezentúl szabad szemét senki nem erészeljen szolgaságra vetni. Nem, hogy Szent István veti szolgaságra, hanem hát innen érthető, hogy Rákóczi, amikor kibontja a zászlót a Habsburg elnyomó hatalom ellenében, miért Szent Istvánra hivatkozik? Soha nem hivatkoznak kapványra, hanem Szent István király által biztosított, adományozott ősi szabadság jogok visszaszerzéséért folyik a harc és a küzdelem. És ma már azt se tudja az emberek, nem tudom, hogy mekkora része, mi az, hogy szabadság. Nem az a szabadság, hogy megvehetek, vagy nem vehetek meg valamit. Ezek olyan érdekes dolgok. Nem lehetne a szabadságharcot indítani. Miért? Azt se tudja, hogy mi az, hogy szabadság. 1848-ban még tudták, mit jelent az, hogy szabadság. Rákóczi idejében még tudták. 1956-ban annyira erős volt egy irányból az elnyomás, hogy tulajdonképpen érthető volt. De ma hogy fogalmaznánk meg? Mi az, hogy szabadság? Szabadságjogok biztosítása. És végezetül ez a bizonyos Mornovics Tomko János, bosnyák püspök, zágrábi kanonok, egyébként nem mindenben a barátunk, csak ezt azért idézem őt, hogy mit tudnak a magyarul. Sehol nincs Kappány István, hogy Szent István kiírhatta az ősvallást. Hanem arról van szó, hogy mi jött létre. Mi jött létre? Ma mindig úgy gondolkoznak, hogy valamit létre kell hozni, csak úgy lehet, hogyha a tövestől kiírtják az előzményeket. A magyar történelemben ilyen gyakorlatilag ezekben az időkben nincsen. Majd látni fogjuk, majd a szünet után egyébként, sokat ígértem, hogy a mai egyházi életnek a főpapi nevei, például érsek, honnan származnak?
a nem Ipolyi Arnold római keresztény pap, aki váradi püspök lesz életének végén, írná, én el nem hinném. Az érsek ősvallási papi nevezet. Tehát még egyszer. Az érsek a magyar ősvallás papi hierarchia megnevezéséből származik. Na igen ám, de ha érseknek hívják az ősvallási hierarchia érén, érseknek a keresztény egyház idején, akkor miért nem nevezi érseknek, vagy miért érseknek nevezi az új vallás vonatkozásában? Miért nem a görög-latin megnevezést használja? Mert magyarul ma is úgy mondjuk, ahogy Szent István előtt lehet, hogy évezredeken keresztül nevezték. Hát ha itt egymást kiütik, soha az életbe érseknek az érseket nem fogják nevezni. Miért? El lett törölve. Világos? Hát azért nem egy olyan... Hát az átvételben a görög-latin egyházi nyelvben megvan a maga neve. Hogy érthető legyen, majd látni fogjuk ezt. Nem érseknek hívják. Mi hívjuk érseknek? Mi hívjuk az esperest esperesnek? Mi hívjuk keresztelő Szent Jánost keresztelőnek? Miért? Mert az vízbe merítő eredetileg. Mi nevezzük karácsonyt nem Jézus születése napjának, pedig ő született, hanem karácsonynak. Mi hívjuk Szűz Máriát nagy boldogasszonynak, vagy kis boldogasszonynak. Nem tűnik fel a Szent Lelket, mi hívjuk Szent Léleknek? A Sanctus Spiritus, a Szent Szellem. Hát a mai keresztény egyházi neveknek a túlnyomó és a legfontosabb rétegét olyan nyelven nevezzük meg ma is a 21. században, ahol se a bizánci, se a római egyház keretében soha így nem neveztek meg semmit. Tehát helyette sokkal izgibb. Persze, hogy sokkal izgalmasabb lehet, hogyha tudjuk ezeket. És gondolom, kezdjük észrevenni. Van valóságos konfliktus István és Koppány között? Van. Csak teljesen más oka van. És az életben igen gyakori, hogy a dolgoknak más oka van, mint amit a külföldi hírszerzési szolgálatok mondjuk tudósítanak arra kijelölt körökben. Tehát így szól a fáma. A keresztény világ összes uralkodói között 1600-as években vagyunk. Keresztény világ összes uralkodói között egyedül a magyar király apostoli. De ezt saját szóval is el lehetett volna mondani, miért? Mert több apostol királyság a kereszténység történelmében nem létezik. Tehát megint, hogy lehet itt olyan, sőt, hogy lehet olyat hozni, hogy hozhat olyat, amit a hozó országában egészen egyszerűen nem tudnak, nem ismernek. Tehát a magyar király, apostol király. Ezt Molnár V. József is ki szokta jelenteni, el szokta mondani. Tehát mindig ilyen körökben nem foglalkoznak vele, más körökben pedig túlzásnak veszik, egyházi körök pedig megint nem foglalkoznak vele. Most ez egészen egyszerűen döbbenetes. Hát örülni és lelkesedni kellene ezekért a kiváló, hogy úgy mondjam, kiemelkedő jogosítványokért. Na de akkor hogy lesz térítés? Hogy lesz behozatal? Hogy lesz valahova való csatlakozás? Hol ilyen unióhoz, hol olyan unióhoz? Hogy lesz itt szolgalelkület? Tehát, hogy érthető legyen, ez napi politikai kérdés. És valami miatt úgy tűnik, hogy nagyon sokan a napi politikai kérdés mentén tájékozódnak. Tehát, keresztény világ összes uralkodói között egyedül a magyar király apostoli, amely egyedülálló kiváltság Szent Istvánról minden utódjára átszáll, és megszakítatlan sorban fennmarad. Na, itt tartunk akkor a szünetet, és akkor innen fogjuk folytatni. Petrus Ranzanus magyar krónikája Mátyás király idején íródott, és már múltkor is sikerült elmondani, hogy ő megint csak nem magyar származású, Nápoly Szicília királyának követe, és ő írja ezt a krónikát. Ő tényleg római, keresztény, egyházi, tehát az egyházon belül, a római anyaszent egyházon belül, püspöki rangban van. És
amikor elérkezik Szent István korszakához, akkor a következőket írja. Az előzményeket is leírja. Taksonynak, akit az imént említettem, Géza volt a fia. Maga is a magyarok vezére. Isten előtt, szer fölött kedves, üdvösségre, azaz halhatatlanságra méltó férfi volt. Tehát megint arra szeretnék itt utalni, hogy még 500 évvel, több mint 500 évvel ezelőtt a merev szétválasztása a Szent István előtti úgymond pogány világnak, és a Szent Istvánnal induló keresztény világnak nincsen. És ezt, ha külföldi és tényleg a római egyházhoz tartozó egyházi személyek is így látják, hát akik itt voltak az elmúlt alkalommal, azok visszaemlékeznek, hogy például Attila királyról hogy írt, akkor államos fejedelemről, Attila király nemzetségéből származik, Istennek tetsző nevet viselt, tehát maga államos. És nincs lábjegyzet, különben meg pogány volt, most azt úgy gondoljuk, hogy nem volt keresztény, tehát elkezd magyarázkodni. Tehát lehet érzékelni, hogy maguk a római anyaszentegyház irányából érkező beszámolók is érzékeltetik azt, hogy itt nem keresztényből kereszténybe történt az átfordulás, hanem a kereszténységen belül történt Szent István révén egy határozottabb vállalás. Ezt a képes krónika úgy fogalmazza meg, hogy Szent István felvette Jézus Krisztus igaz hitét. Nem a kereszténységet vette fel. Miért? Mert már keresztények, hanem a kereszténységen belül. Nem a manikeizmust követte, nem a nesztorianizmust követte, nem a szíriai ritust követte, nem a római ritust követte, hanem Jézus Krisztus. Könyörgöm, ki indítja el a kereszténységet? Én úgy tudtam, hogy Jézus Krisztus. Tehát visszamegy Szent István a forrásokhoz. Ez viszont azt jelenti, hogy elindul egy keresztmegyhívás. Miért? Mert Jézus keresztutat jár. És ennek a keresztút járásnak vagyunk már tulajdonképpen, már a nagy szenvedéseken már úgy tűnik, hogy túl vagyunk, mint hogyha a feltámadás utolsó stációja előtt állnánk, csak ez a legnehezebb időszak, mert könnyen bele lehet ragadni. Miért lehet könnyen beleragadni? Mert előtte a sírba és száll alá poklok mélyére. Hát most tényleg, mintha semmi bántalom nincsen, hát egészen egyszerűen nem látunk ki, bennünket nem látnak, mi mert sírban vagyunk, mint az a sírba tétel idején élnék. De lesz ebből még, hát ha eddig minden úgy volt, ahogy lehetett azonosítani a magyar történelem 14 stációját, a keresztútjárás 14 stációjával, akkor miért pont a 15. maradna el? Tehát maga a feltámadás. És ez viszont most képletesen szólva pokolian nehéz ügy. Mert egészen a halálig egy be lehet látni. Hát ha ennyit szenved, meg fog halni. Mi az, amit nem lehet hétköznapi észre belátni? Hogy fog a halálból feltámadni. Tehát ez tényleg olyan tétel, hogy hiába beszélünk róla, hát ez nem beszédkészség, ez tényleg a csoda kategóriájába tartozik, így kívülről a hétköznapi észre nyomunk követve. És Gézának egyszer, hát most úgy mesélem, mint egy regényt, aminek felvezetőjét megtartottuk, és ekkor így szól a szöveg. Eközben bizonyos éjszakán álmában egy csodálatos fénnyel övezett gyönyörűséges asszonyt látott. Ez Géza fejedelmünknek a látomása, akit sok szép szűz kísért. Az ilyen szavakkal szólította meg. Légy nyugodt, Géza, én vagyok Mária. Ki jelenik meg Géza fejedelemnek? Maga Szűz Mária jelenik meg. Amaz érintetlen szűz, akiről keresztények azt mondják, hogy Jézus Krisztusnak, Isten fiának anyja. Azt akarom, hogy megtud, hogy fiamnak kedves volt, hát itt most elmondja, hogy mi minden volt kedves az ő fiának. És most tér rá a téma szempontjából a következő lényeges része. És most tudd meg azt, ami előtted még ismeretlen, hogy feleségettől fiat fog születni.
aki királyi címmel uralkodik majd a magyarok fölött. Most ki lesz ez a király? Szent István. Hát csodálkozunk, hogy Szűz Máriának ajánlja fel Magyarországot? Hát ki jelenti be az ő születését? Szűz Mária. Hogy lehet kegyetlen? Hogy írthatja ki? Tehát itt valami lehet érzékelni, itt két külön hagyomány működik. Az egyik a tényeket elferdítő, mert nem ismerő, sokszor jó szándékkal elferdítő, hát miért ne sajnáljuk azt, akit mondjuk egy erősebb hatalom legyőz és négy darabra vág. Hát minden normális ember kivel fog egy idő után szimpatizálni, ha nem tudja az eredendő okot. Hát nyilván Koppány felé fog húzni a szívünk. Csak hogy fel kell tenni a kérdést. Mindennek a birtokában, hogy nem lettünk se nyugatnak a gyarmata, hogy a Rómától független egyház szerveződés épül föl, akkor mi lehetett az István-Koppány konfliktus? Ha nem hívott be mégse idegeneket Szent István, olvastuk. Egyetlen olyan családi gyermeke, aki későbbi korokban nagy tekintélynek örventek, képes krónikának, aki itt volt, talán vissza tud emlékezni az idegen lovagokról, egyetlen egyet említenek, akik Gizellával jönnek be. Ez Nagy Lajos idején történik, és mit ír? Szegények, mint a templom egere. Hogy érthető legyen. Hát miért ne jöhetne be? Már nem elszegényedni. Hanem semmi jelentősége nincsen. Az égvilágon, hát nagy az ország, elfér. De nem arról van szó, hogy népek jönnek be. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogy bejön egy lovag, vagy kettő a maga kíséretével. 20-30 embert jelent. Hát bár ma ennyi jönne be, ami a képes krónikában fel van írva, hogy idegenek jövevények jön. Semmi probléma nem lenne. Tehát, aki királyi címmel uralkodik, miért ilyen hangsúlyos? Mert lehetne királyi címmel uralkodni, Árpádnak is lehetett volna, de az világi királyság, és inkább uralkodik a szakrális fejedelmi méltósággal. Szent István viszont szakrális királyi méltósággal fog uralkodni, hát ezt a Szent Korona fogja biztosítani. Aki királyi címmel uralkodik majd a magyarok fölött, gyors kérdés, ő is leírja egyébként, annak előtte egy királyt ismerünk. Az egész évszázadban, mármint az első 1000 évben, hát a jelenlegi időszámítás szerint, Jézus születésétől Szent Istvánig, gondoljuk végig, egyetlen egy Szent Istvánon kívül királyi címmel uralkodó királyunk van. Ő úgy szólal meg Zrínyi Miklós híres epigrammájában, hogy én vagyok magyarnak legelső királya, én utolsó világrészről kihozója, én lehetek tehát magyarnak példája, érítsd birodalmát, hogy gyújtsa szabjája. Attila a magyarok első királya. Attila Róma falai alatt. Elolvastam, tehát nem lehet azt mondani, hát itt ugyanúgy megszenvedtünk néhány órát, aki kibírta. Emlékezzünk vissza, ott is elhangzott lengyel-magyar krónikából idézett, aztán Thierry Amadé francia történész feldolgozása. Gondoljunk a Vatikánban Raffaello Santi által megfestett festményre, ott nem angyal, hanem a két főapostol jelenik meg, na de akárki eleveníti fel, van egy hihetetlenül nehéz, ma nehezen követhető tétel. Akárhonnan közelítünk, nem Leónak jelennek meg a fent nevezett, vagy Jézus Krisztus angyala, vagy az apostolok, hanem Attilának, a magyarok első királyának. És hogy szól a kérés? Ne pusztítsd el ezt a várost, vagyis Rómának adjál kegyelmet. Hogy miért? Mert apostolaim csontjai nyugszanak ott. Tehát ez mit jelent? Én is tudom, hogy Szent Péter Antiókia püspöke volt. Akkor a csontjai miért nem lehetnek Rómában? Miért zárnak ki a kettő egymást? Gondoljunk egy Badinyi Jósféle gondolatmenetre. Hát azért, hogy érthető legyen, attól, hogy valaki Antiókia püspöke, miért ne mehetne el Rómába is? És miért ne halhatna ott meg? Tehát semmi ellentmondás nincs a dologban. És a másik pedig maga Szent Pál. Aztán megint itt a népnemzeti oldalon, Saulus, Paulus, ismerjük a refréneket, jó, rendben van,
Tehát ezekhez nem lehet mit hozzátenni. Jóra forduló pálságnak pontosan az a lényege, amit pont a mi korunkban annyian már megtettünk. Járunk tévutakon, rossz utakon, és végre megtaláljuk a jó utat, és ez mit jelent? Életünkbe adatik egy 180 fokos fordulat. Hát könyörgöm, nincs ilyen az életben? Hát pont ez a térítésnek a lényege, és minden különösen. Hát ha valaki beteg, nem szeretne egészséges lenni? És akkor megmagyarázza, az nem lehet, mert Saulusból nem lesz Paulus. Tehát betegből nem lehet egészségesnek lenni. Hát senki nem vitatja, hogy Saulus üldözi az anyaszentegyházat. Ez az Új Testamentumban is így van, az apostolok cselekedetében. Ráadásul Máni pártus királyi családból származó manikeizmusnak az elindítója, és ő tette a kereszténységet először olyan hatalmas kiterjedésűvé, hát ami azért gondoljuk végig, Kínáig eljutni, Indiáig eljutni, nyugaton pedig a Gibraltár volt a végső határonnal, jött már a nagy víz. Egész Észak-Afrika. Hát próbálja meg valaki utána csinálni. Hát az utána jövőknek, mondjuk egy Szent Ágoston nemzedékének már sokkal könnyebb dolga volt. Mi? Kész volt a teljes egyházi szervezet, mint amit a manikeizmus kiépített. És akkor lehetett vitatkozni, lehetett kiszorítósdit játszani, de a tények azok tények maradnak. Na most Máni, és rá mindig hivatkozik Badinyós Ferenc. Csak nem idéz tőle szinte semmit. Most ez tényleg egy hihetetlen érdekes dolog, mert akkor már az ő idejében már azért lehetett manikeista szövegekkel találkozni. De a lényeg a következő. Vannak koptnyelvű, szognyelvű, szírnyelvű, perzsanyelvű, kínai nyelvű, és hatalmas területen, tehát nem lehet összebeszélni. És maga Máni mondja, az apostolok közül, ki a legfigyelemre méltóbb? Aki tényleg, amikor már fordul, követésre méltó, és leírja, hogy szó szerint rossz ember volt, amikor még abban a cipőben járt. Bármennyire hihetetlen, Máni maga mondja, hogy hozzá az egyik legközelebb álló apostol, az ki lesz? Szent Pál apostol. Ha valakinek ezeket az adatokat ismernie kellett, már csak hivatalból is. Hát az pont a nevezett szerző. De nem idézi, miért? Mert neki is van egy koncepciója és elmélete, hogy Saulusból soha nem lesz Pál. Na most ezzel nem akarok én tovább foglalkozni, csak amikor a két főapostol jelenik meg, tehát Raffaello Santi festményén, ott a levegőben, és azért, hát ezek azért jelentős tételek. És elhangzik egy ígéret, ha megkíméled a várost, egy utódod, örökké tartó koronát fog kapni. A te tetted következményeképpen. Tehát te itt jót teszel, nem te fogod a jót egy gyümölcsét learatni, hanem majd lesz egy utódod. Te király voltál, ő pedig király lesz. De a te jó tetted, hogy úgy mondjam, mentén kapja meg a királyságot. És ezt írja, hogy királyi rangban uralkodik a magyarok fölött, nagyszerű jelleme és csodálatos szent élete miatt az igaz Istennek kiváló tisztelője lesz, és birodalmát jól kormányozza, korát, a keresztény vallást, hazáját és a magyar nép nevét. Most megint én. Hazáját és a magyar nép nevét. Nem hogy eltörli, hanem a legnagyobb dicsőségbe emeli. És ezt Petrus Ranszánus, gondolom, sejtjük, biztos, hogy nem Nápolyból hozta, hanem Mátyás király udvarában szerzett ilyen fokú, hogy úgy mondjam, híradásokat. Az nem zárja ki, hogy ő már Itáliában értesült róla. Tehát hazáját és a magyar nép nevét igen nagy dicsőséggel fogja ékesíteni. A mennyben és a földön. Én pedig megígérem neked, hogy fiamnak tett jeles szolgálatait fejében országának oltalmazója és pártfogója leszek. Tehát Géza kapja meg az ígéretet, és az ígéret kinek a korában fog valóra válni, ezek szerint Szent István korában.
ugyanazon az éjszakán felesége álmot lát. Tehát ez Sarolt, ugyanazon az éjszakán. Egy ifjút látott nagy fénnyel ragyogva, olyan ruhába öltözve, amely a keresztényeknél ünnepnapokon a diakónusokat ékesíti. Amikor az Isten tiszteleteket, azaz miséket tartják, megszólította ő és azt mondta, én vagyok István, aki minden halandó közül elsőként szenvedtem el az igazság tanúbizonyságaként a testi halált Jézus Krisztusért, Szűz Máriának fiáért. Emiatt neveznek engem a keresztények első vértanúnak. Fiút, most sok mindent kihagyok. Fiút fogsz ugyanis szülni, akit a Szent Keresztségből nevemről Istvánnak nevezel majd el. Ő abban lesz hozzám hasonló, hogy miként én Isten tanítványai közül elsőként ékesítettem a vértanúság koronájával az égben, úgy ő lesz a magyar uralkodók közül, akit a Földön királyi címmel és koronával fognak ékesíteni. Isten és emberek szeretni fogják, és az ország dicséretére méltó irányítás szent életének érdemei miatt halhatatlanságot szerez majd magának. Hát erre én is tudom, hogy van egy olyan fajta magyarázat, hogy hát utólag már könnyű valakiről ilyen szép dolgokat mondani, hanem milyen volt az életében. Csak emlékezzünk vissza, Szent István nem a római pápa avatta szenté, hanem Szent László király. Tehát ez megint óriási nagy figyelmeztetés, tehát többet én nem akarom hangsúlyozni. Tehát nem a római pápa, sőt annyira nem, hogy az első körben, amikor megtudta az akkori római pápa, hogy itt szentélyavatások történnek, nem tetszését jelezte. Amikor már megtörténtek szinte, jön egy levél, szöveggyűjteményekben olvasható, meg sincs említve Szent István. Hanem mindössze ennyi, azt avattok szenté, akit jónak látok. Miért? Mert már szenté vannak avatva, és nincs jogosítványa, hogy beleszóljon az itteni egyházi életbe. Tehát tulajdonképpen egy már megtörtént szenté avatást, mert nem csak Szent Istent avattál szentélni, Imrét is és Gellért, már ezen túl vagyunk. És jön a megerősítés. És végül, csak azért olvasom ezt fel, hogy van más kép is Szent Istvánról, de mivel az protomártír, aki az édesanyjának jelent meg, külön hangsúlyozódik, hogy ifjú, ez ugye az apostolok cselekedeteiből annyira nem derül ki, hogy ő hogy néz ki, de mi Kajróban, a Kop negyedben láttunk egy ilyen protomártír Szent Istvánt, egy ikonon. Ráadásul abban a templomban, ahol állítólag a szent család a betlehemi gyermekgyilkosság elől menekülve menedéket nyert. És tényleg ott lehet látni, bent a templomon belül van egy lejárati rész, és ott van egy barlang szentioda, csak a kopt híveket engedik le, aki arra jár, úgy lelenézhet, de le nem juthat. Ami azért nem is különös, hanem nagyon helyén való, mert nem turista látványosság. Tehát egyszerűen szent helynek tekintik, és nincs az a, hogy mondjam, hatalom, ami le tudna embert oda csak úgy engedni, ha arra jár. Viszont a templom is elég tágas, és amikor ott voltunk, sokan felkiáltottak, hogy ott van a magyar szent korona. Na most hol van? Egy ifjú szentet lehetett látni. Az ember nem gondolta volna, hogy ez maga a protomártír Szent István, mert legfeljebb egy királyfi alkatra emlékeztetett. Tehát ifjú volt, jó megjelenésű, tényleg ilyen királyfiúi megjelenés. Ha azt mondják, hogy Szent Imre, akkor elhiszem. Daliás, és egy koronát tart a kezében. Most ez tényleg egy keresztpántos korona volt, és a tetején a keresztpántok találkozása tényleg egy kereszt volt. Na de ez nem a Szent Korona ábrázolása, hanem egy olyan koronatípus tart a kezében, és ez válik izgalmassá. Ugyanis az István név azt jelenti, hogy korona. Sokan úgy fordítják az újabb régi fordítók is, amikor eljutnak mondjuk a görög nyelvű szövegben a Stefanoshoz, hogy koszorú. Szótári jelenti meg diadém. Hát engedelmet kérek, korona. És nem is akármilyen korona, és itt van a bizonyíték.
Tehát a kopt kereszténységen belüli Szent István képzett kör koronája a zárt korona, keresztpántos korona. És így tartja a kezében, ami azt jelenti, hogy saját nevének korona jelentése mutatódik föl. Lehetne nyitott korona, lehetne diadém, tarthatna koszorú, keresztpántos koronát tart. És mi a keresztpántos koronának az úgynevezett országok közötti korona kapcsolatban a tartalmas mondani valója? Hát ez pont egy bizánci forrásokban, egy bizánci császárnak a lánya révén maradt meg leírásban, de más bizánci források is beszámolnak, hogy nem egy koronatípus létezik, hanem korona és korona egymástól különbözik. Két nagy családjuk van, erről Papp Gábor részletesen beszámolt egyébként számolni szóban és írásban is. Két nagy családjuk létezik a koronáknak. Az egyik a nyitott korona, a másik a zárt korona. Most a nyitott korona az azt jelenti, hogy van egy abroncs, és nincs beboltozva. A zárt korona azt jelenti, hogy nem csak abroncsa van, hanem keresztpántja is van. És mi a zárt koronának az üzenete? Az az ország, amelynek ilyen koronája van, semmiféle világi, de egyházi hatóság alá sem tartozik. Tehát gyakorlatilag e világi hierarchiában, még hogyha egyházi is az a hierarchia, sehol nincsen fölötte se. Tehát minden tekintetben szabad, független és önálló. Milyen a Szent Istváni korona, a Magyar Szent korona? Zárt keresztpántos korona. Hivatalos koronakutatás, néha tudja, néha nem tudja, hihetetlen erőlködéssel ide Stova már 1800-as évektől kezdődően megpróbálja két koronát egymástól függetleníteni. Miért? Nagyon egyszerű a magyarázat. Hát ha nem szedi szét, akkor megint nem lehet külföldi hittérítőket ide behozni. Tehát ez mit jelent? Jó legyen Szent Korona, de az alsó korona rész az készült meg, görögbetűs feliratok nyilván Bizáncban készült, a felső korona rész, mivel latinbetűs feliratok nyilván valamilyen itáliai vagy nyugat-európai ötvös műhelyben készült, és valamikor ezt a két részt, amely önálló volt addig, és akkor elmondják azt, hogy a keresztpántos rész, hát az mi minden lehetett. Például Györfi Györgynek volt egy olyan ötlete, tulajdonképpen ez egy koponya erekje tartó volt. Le is rajzolja a Szent István király műve, tehát akkor még ilyen Szent István, tehát 80-as években vagyunk, István király műve című monumentális könyvében, én bevallom, és soha nem tudtam elolvasni. De mindig nagy lelkesedéssel, hogy neki egyszerűen egy idő után olvashatatlan, sok érdekes adat van benne, de nem áll össze egy kép, és úgy lehet, hogy figyelmetlenségnek köszönhető, de könnyen fonalat lehet veszíteni ott. Tehát az ember nem tudja, hogy honnan jutottunk el oda. És akkor vannak ilyen rekonstrukciós javaslatok, van egy úgymond koponya, ez lenne Szent István koponyája, hogy onnan szedték le majd későbbi korokban, és ez a keresztpánt az ő koponyáját. És akkor néhány szellemesebb és koponyásabb történész csak úgy megjegyezte, hogy soha ekkora méretű koponya nem létezett. Mert emlékezzünk vissza, azért a korona, abroncs és keresztpánt mérete is együtt és külön is nagyobb, mint mondjuk egy átlagos, de jó nagy méretű koponyának a nagyságrendje. Na jó, semmi probléma, akkor könyvtábla borító volt. És akkor szépen le is rajzolják, hogy adva van egy könyv, ki van terítve a keresztpán, hiába készültek ívesre a zománc képek, tehát ívesre, tehát ez azt jelenti, hogy a mai ívelődés nyilvánvaló módon az eredeti ívelődést követi. Kiegyenesíti, és van egy érdekes sajátosság, hát ezt egyszer Papp Gábor úgy, akkor bemutatta a korona, hivatalos koronakutatás alapos vadhajtásait, mert vannak ilyenek is, azért ott lehet látni, de hát a Györfi György könyvéből is meg lehet a szükséges tapasztalatokat szerezni.
Tehát ha itt van elől két apostol, mert keresztpán, tehát egy boltívet fog alkotni. Eredetileg itt János van, alatta eredetileg Bertalan volt. Ha ezt kiterítjük, akkor ők tényleg felénk fognak nézni, mondjuk egy könyv borító. Na de mi lesz az oldalsókkal? Azok érdekes módon így vízszintesen lebegnek, mi meg kiteríti keresztpántot, és síkba teríti. Na de akik hátul vannak, fejjel lefele. Hát gondolom, tudjuk, ezen az oldalon van Jakab és Tamás, tehát a Jakab feje itt van fent, az ománc képen, tehát természetesen, egy emelettel lejjebb pedig Tamás meg, na de ha ezt kiteríti, akkor ami itt hátul van, az fölkerül, és azok meg fejjel lefele lógnak. Na most ezek a teszthelyzetek. Felnevet egy ország, vagy a hivatalos kutatás képviselői méltósággal bólogatnak. Nem nevetett fel az ország. Pedig ilyenkor kellett volna nevetni. Ezek olyan hipotézisek, hogyha valaki megenged, mert az, hogy munkahipotézis gyanánt eljátszunk egy gondolattal, de az több százezres példányba közzé teszik, és akkor gondolom, tudjuk, sokan olvastak ilyen műveket, miért máshoz nem lehet hozzáférni, és visszhang nélkül maradt. Na, ilyenek a teszthelyzetek. Ha be lehet nekik adni, akkor bármit. Innentől kezdve szabad a pálya. És nagyon meglódultak ám a 80-as években. Nagyon úgy engedtek mindent, de tulajdonképpen a meglódulást azt sajnos most így utólag visszatekintve biztos kézben tudták tartani. De hát miért ez a nagy igyekezet? Mert történelmi, egyházi jogi, mindenféle vonalon tétel, hogy ilyen koronával van valakinek a királysága, és működik a királysága senkinek. Tehát semmiféle egyházi és világi hatalomnak nincs alávetve. Na ez az igazi Stefanus. És akkor mit jelent Szent István neve? Azt jelenti, hogy Szent Korona. Akkor az István nevet kapta, hisszük, hogy Isten is ezt akarta, mert ami István a görög beszédben, az koronázott a latin nyelven, tehát ismerjük, ez tényleg a Szent István legendájában van. Tehát már olyan nevet kap, amely név egyenesen utal a Szent Koronára. És nem olvastam ugyan végig, nem is akarom most már, de külön jelzés, mert az megjelenik krónikákban egyébként, meg Szent István legendáiban, hogy nem a te feladatod. Tehát Gézának jön a szózat. Véghez vinni azt, amit tervezel. Hanem megszületik majd a te fiad. Aki, hát éppen azért, mert a te kezedhez most ne ítélkezzünk idejekorán, hát egy uralkodónak. Tulajdonképpen maga Szent László mondja. Mit mond Szent László? Mondták azt mondani, hogy Bencés apátnak írja. Bűnös vagyok. Miért? Mert nem lehet. Tehát ebben a világban olyan nincs, hogy valaki, és ne áltassuk magunkat, hogy ilyen anyaszült, ártatlan büntelenségbe tudja egy ország életét előmozdítani. Óhatatlanul be fognak lépni mondjuk hibázási lehetőségek. És ilyenkor mindenki gondoljon a saját életére. Hányszor kerülünk olyan helyzetbe, hogyha neki megmondom azt, ő úgy meg fog sértődni, és most hogy lehetne cselekedni? Hányszor vagyunk olyan helyzetben, hogy ha én abba az irányba lépek, akkor ő meg fog bántódni. És ezt képzeljük el egy ország életébe. És ezt valahogy egyszerűen nem fogjuk. Tehát Géza nem véreskezű, úgymond, véreskezű diktátor, hanem ennek a programnak az elindításához tényleg arra van szükség, hogy valaki erre szülessen. Te már benne vagy az életed pályájába, tényleg nem a te feladatod lesz ennek a végigjárása. Aztán megint néhány idézet. Ez 13. századból származó szöveg, egy szerzetes írja a következőket. Maguk a magyarok minden más vélekedés ellenében azt állítják, hogy Szent István saját ige hirdetésével térítette meg a magyarokat.
Ez miért lényeges dolog? Mert maguk a magyarok azt állítják. Ez egy Alberikus nevezetű külföldi szerzetes 13. század. És ez mit jelent? Vannak már szirén hangok. Tehát már elkezdődik ám a szövegelés. Hát gondoljunk a bajorföldi hagyományra. Előveszünk úgymond német idézőjelbe kortárs szövegeket szemrebbenés nélkül. De tényleg szemrebbenés nélkül. Kinek tulajdonítják itt a kereszténységet? Nem is Szent Istvánnak, hanem jött Gizi, Gizella bocsánat, szétnézett, látott és letérdelt az ország és keresztényben. Szemrebbenés nélkül. Igaz, semmi nyoma nincsenek, semmi előzmény, semmi folytatás. Hát gondolom tudjuk, hogy soha Gizellát szenté nem avatták. Most avatták boldoggá. Mikor avatták boldoggá? Hát pár évvel ezelőtt. Miért nem avatták a középkorban szenté? Amit ma egyébként jogosan mondanak, hogy a szent család. Tényleg egy szent család képlet kirajzolódik, ott van a szent édesapa, ott van a szent fiú, aki Szent Imre, és mi hiányzik ezer évig? A szent mama. Gizellát nem lehetett szenté. Majd, ha a Koppány István vonulat elhomályosítja a szemeket, majd akkor lehet szentté avatni. Az, hogy az a saját sírhelyén, akit Passauban ott őriznek, hát azért gondolom tudjuk, az a legjobb esetben is, ahogy mondani szokták, de ezt elmondják, kétséges, hogy kinyugszik ott. Miért? Hát mert ha az valóban Gizella, nem lehet kizárni, hát akkor az több mint 100 évet élt. Márpedig a csontváznak a vizsgálata semmilyet nem bizonyít. Tehát születnek ám Valentin napok. Tehát bármennyire hihetetlen. És itt van, hatalmas koszorúk vannak ott, tehát visznek oda, ájtatoskodnak. Az egy Gizella nevezetű apátnő volt. Nomen est omen. Mit számít az? Tehát röviden és tömören, hogy még érthetőbb legyen, de adjuk ki ezt a ételt, mert akkor tényleg bajok származnak. Tehát sírhelyek azonosítása, az néha kinevezésre megy. Sajnos le kell nyelni, például Gyulafehérváron. Kinek van oda kinevezve a sírhelye? Soha senki nem merte hivatalosan Hunyadi János sírhelyének állítani. Miért? Mert nem az. Ehhez képest lemegy a jótékony piros-fehér-zöld szempilla, elborul az érzékenység, és hát kész. Össze van tárkolva, külön darabokból hordják össze. És valaki, mert az egy vitéznek a sírja, úgynevezett kőpárnába valaki egyszer beírta, mondjuk a 17. században, hogy Hunyadi. Soha nevet nem írtak oda, hanem a kőfedlapot szépen körbeírják. Ráadásul ott van János Zsigmondnak a sírja. Erdélyi fejedelem. Hasonlítsuk már össze a Hunyadiakéval. Ott van a korban, tehát Hunyadiak korából, úgy helyjel közel, Szapolyai Imre sírja. Hol? Szepes. Várnak. Szepességben. Ha valaki ott jár a Szent Márton hatalmas templomba, akkor láthatja. Ott van a falba beépítve. Hogy nézett ki egy, hogy mondjam, egy bizalmi embernek a kőfedlapja? Hát ég és föld. Csipkézve van a márvány. Minőségi munka. Aztán ott van Szapolyai István. Tényleg érdemes meg, nincs vizuális kultúra. Állítom erre az asztalra, ráírunk valamit, elkezdek ide koszorúkat hozni, előbb-utóbb gyertyák is fognak égni. De kérdem, miért? Hát világosan leírja Bonfini. Szüleit Mátyás király hova viszi át? Hol temeti át? Alba régiába. Világos. Saját családjának Fehérváron külön sírhelyet épített. És ha elmegyünk Gyulafehérvárra, megtörtént egyébként 2006-ban Nándorfehérvár diadal 1456-os évfordulója volt, és egy ilyen
filmes tábbal végigjártuk azokat a helyeket, ahol Kárpát-Velencében a hunyadiak határozott nyomot hagytak. Televízió egyébként állítólag tette, én egyetlen 6 részes volt, én egy rész sem láttam, állítólag ilyen fél 2 tájban. Tehát délkor, amikor senki nem érzi, de tényleg állítólag vetítették. És ott elmondta, mert ott is történt forgatás. Épp a beengedő jegyárusító fiatal lányka tette fel a kérdést, hát magik Magyarország, hogy gondolják azt, hogy ez hunyadi élet? És gondoljuk végig, nincs szemük, és nincs. Ez nem jelenti azt, hogy Hunyadi megsajnál minket, és a jelenlétével megtiszteli. Hát a gyerekek csak a kedvetekért. De tényleg, hát tudjuk, hogy milyen egy királynak a kőkoporsója. Hát megmaradtak kőkoporsók. Nem királyoknak, hanem szinte közvitézrangban lévő, fejedelmi kőkoporsók. Az gyakorlatilag értékelhetetlen. Miért? Mert sok olyan rész van összerakva, ami soha nem tartozott egybe. És könyörgöm, ha valaki bocskai ruhában nyugszik ott a sírfedlapon, bocskai ruhában, akkor még egyszer neki bocskai ruhában, az miért lenne Hunyadi János? Semmi probléma az lesz. Tehát nekem, hogy értető legyen, ezért nem túl optimista az ember, tehát örülünk minden ilyen csapat összevonásnak, de azért be kell látni, hogy ez egy nehéz ügy lesz. Tehát ez így nem fog sajnos kikerekedni, hogy lépésről lépésre egyre többen vagyunk és egyre többet tudunk. Élek a gyanúperrel, zenbutista példázatokkal élve, jön a mester tanítvány kérdésére, botjával fejbe vágja a tanítványt. Ébredj már fel! Tehát nagy valószínűség szerint ilyen lesz sajnos az ébredésünk. Mert annyi mindent tudhatnánk, amit nem vagyunk hajlandók megtudni és komolyan venni, hogy ez így nem megy fokról fokra. Hány ember józanodik ki pont abban a pillanatban, amikor hirtelen egy pillanatra minden elborul körülötte. Csak hát más egy egyéni élet és más egy nemzeti élet. És úgy tűnik, hogy elindult egy suhogás. Ezt már úgy lehet hallani. Félelmekkel tele vagyunk, jelzések jönnek, és nem tudjuk, hogy mit kellene tenni. Hát honnan tudnánk, ha nem tudjuk, hogy kik vagyunk? És gondoljunk végig. Én, akinek tenni kellene, honnan tudjam, hogy mit kellene tennem, ha nem tudom, hogy ki vagyok? Hát ez egy népre, nemzetre ugyanúgy vonatkozik. Először néppé kellene érlelődni, és utána meg a nemzeti szintre föl kellene emelkedni. Ország lakosság az ország lakosság. Jelen pillanatban ez van. De nem reménytelen. Miért? Mert ha nem megy szép szóval és fokról fokra, akkor hány gyerek józanodik ki, és nem véletlen az, hogy a pedagógiában, hát ókori Egyiptomban is mondják, hogy a gyerek füle a hátán van. Vagy a ölepén van. Miért? Mert néha el kell verni. Na nem a maiakat. Tehát vannak, miért nem a maiakat? Mert nincs a felnőtt azon a szellemi szinten. Hát emlékezzünk, a régiekről hányszor elmondták. Édesapámtól életembe egyszer kaptam pofont. Mind a mai napig emlékszem rá, és áldom az emlékét. Tudta, hogy miért adja, aztán rájöttem, hogy miért kaptam. Ma a legtöbb felnőtt nem tudja, hogy miért adja. Fogalma nincsen. Tehát ezért azt kell mondani, hogy tényleg jó, hogy így van. De azért szép szavakkal és határozottsággal ma is lehetne irányítani, hogy úgy mondjam, nemzedékeket. Tehát a kereszténységet mind mostanáig valló magyarok ezt az Istvánt, mint egy vallásuknak megalapítóját, na itt van azért, mint egy vallásuknak megalapítóját. Alig veszünk észre valamit. Nem azt mondja, hogy a római kereszténység megalapítóját, hanem vallásuknak megalapítóját. Nyilván lehet úgy értelmezni, hogy aki írja, az ilyenekkel nem foglalkozott, na de a szöveg bizony így is értelmezhető. És majd látni fogjuk, hogy alapos okunk van rá.
méltónak tartják arra, hogy őt a szentek között tiszteljék. Aztán reformáció, Szent Simonnál Albert 1604 magyar latin szótárának latin nyelvű ajánlása, Farkasinszky Tibor fordítása, csak azért, hogy érzékeljük, itt mindent lehet adatolni. Reformáció. Hogy tekint Szent István korára? Az ember megint beleremeg. Hát pont úgy, ahogy ha mi tekintenénk így, akkor azt mondanánk, hogy ez mágus vallás volt. Tehát gondoljunk egy Batinyi Jós Ferencre, kimondva, kimondatlanul mit mond? Hát Szent István írtotta ki a mágus vallást. Mit mond Szent Simonnál Albert? Hát azért ki a hitelesebb most ebből a szempontból? Nekem 1604-ben Szent Simonnál Albert hitelesebb. Következőt írja. Ezután a következő évszázadokban a Szűzisten anya, Istennő után mindenfelé három királyoknak nevezett keleti bölcseket tisztelik, mivel úgy tartják, hogy azok a mágusok saját őseik voltak. Hol vagyunk? Miről beszél Szent Simonnál Albert? A Szent Istváni kereszténységről. Mit említ meg? Boldogasszonyt és a három mágust. És mit ad a teremtő? Árpádkori, 14. századi, 15. századi templomoknál főszereplő, nem csak a Szent László legenda, hanem a mágusok vonulása, három királyok vonulása. Ahol a legfiatalabb, kinek a képében jelenik meg? Szent Imre képében. Aki, ahol a legöregebb, kinek a képében? Szent István képében, középkorú pedig szétválasztott szakállal, kire fog rárémelni? Szent László királyra. Kit kaptunk meg? A három magyar szent királyt. És mit mond Szent Simonnál Albert? Na, itt válik a dolog izgalmassá, ugyanis nem derül ki a folytatás ebből, de ezért fel kell olvasni. Ezért is állnak bronzszobraik Váradon, a főtemplom előtti téren, amelyek egykor szintiszta aranyjal voltak levonva. Kiknek a szobrai? Szent István és Szent Imré és Szent Lászlóé. Mire figyelmeztet Szent Simonnál Albert? Minden magyar Váradon látja, hogy ez a három magyar szent király mégis mit tartanak róluk? Ez a három bibliai mágus. És kik a mi őseink? A mágusok. Akkor mi a probléma Szent István királlyal? És akkor nézzük meg, hogy hogy néztek ki ezek a szobrok, Evlia Cselebi, hogy írók. Török időkben vagyunk, Zrínyi Miklós költő hadvezér korában. Ezek a szobrok olyan szépek voltak, hogy mindegyik ragyogott az aranytól, mindegyik felért, egy-egy rum, hát a rum az nem, az a Rómát jelenti, ez a Kelet-Róma, tehát Bizánc, rum tartomány adójával. Római birodalom egy-egy tartományának adománya. Egy szobor. Tehát, hogy érezhető legyen. Köztéri szobor. Hogy mit veszítettünk az elmúlt évszázad. Jobb egyébként, hogy nem tudjuk. Ezért van óriási, lenne lehetőségünk, de nem kapcsolunk. És képzeljük el azt a nemzedéket, aki látja, hogy mi pusztul. Mit hordanak szét zsoldosok, mit olvasztanak be zsoldosok, mit hordanak el törökök. Tehát látják, hogy mi minden posztul. Nem, semmit nem látunk. Emberek, hogy lehet egy szobor olyan, hogy egyetlen egy szobor egy római birodalmi tartomány évi adója? Ezek nem két filléres alkotások. Szemeik éjjel világító kőből, magyarul mivel világítottak, a sötét volt? Én is tudom, ha Egyiptomról van szó, akkor már jön a kábel, jön a villamosáram, jön a dugó, hova dugták be. Hát van egy probléma, jártunk a királysírok völgyébe, most képzeljük el, a tébai sivatag szélén ott vannak a királysírok völgye, a Nílus túlsó partján, a nyugati oldalán, és van olyan, hogy 100 méterre megy be a hegybe. Olyan fehér szín, mint a patyolat. Olyan színek, alapszínek, tehát nem variálnak a színekkel, a piros piros, a kék, a zöld, a sárga, nem fakultak évezredek óta. Egyre melyet megyünk, mivel világítottak. Éjjel világítók, nem hallottunk róla. Tehát mindig keressük a csodát,
mindig a mai energiatékozlásból indulunk ki, csak van egy különbség. A régiek úgy tűnik, mert aki ezt tényleg jól tudják a mai világbitorlók is, aki az energia ura, az a világ ura. Na most ez mit jelent? Mindig az energiaközpontokat szerzik meg. Utána a lakosság az bedarálható. Ki fogja az energiákat birtokolni? A mai ember csak a mai energiaforrásokból tud kiindulni. Eszébe sem tűnik, megalitikus emlékek, még a hivatalos régészeti adatolásokkal is évtízezredeket adnak. Kérdés így, hogy miért nem mondták meg ugyanazt évtízezredeken keresztül? Milyen energiával töltekeztek? Úgy tűnik megunhatatlannal. Tehát nem akartak újítani, nem gondoltak arra, hogy ha tudok így szaladni, akkor tudjak úgy is szaladni. Tehát mindent a helyén használtak, és valószínűleg ismerték a közlekedést a légtérbe is, és valószínűleg a napot is nagyon jól tudták használni. De az, hogy mivel világítanak teljesen sötét helyeken, éjjel világító kőből volt a szemük. Tehát lehet világítani. Egyébként minden nép hagyománya elmondja, a gyerek lejut a barlang mélyére, mi fog világítani? Egy drága. Kijut ma drága kőhöz. És jönnek a misztikus Deniken elméletek, hogy a dugasz hol volt mondjuk Thébába, vagy Edfuba, és minden ábrát így próbálnak, hogy megvan a villanykörtének, és a tanknak, és a repülőnek a prototípusa. Még csak véletlenül sem ugrik be. Hát nem szemetelt az a kultúra. Teljesen más természeti erőforrásokat használnak. Miért kell állandóan mindent visszavetíteni? Mi ebből az energiából gyakorlatilag pár száz év alatt, most a finisbe lehet látni, eltékozoltuk a földi életet. Ők évtízezredeken keresztül ugyanúgy tudták megtartani, nem pusztították ki az élővilágot, nem tették tönkre az emberi életet. Na hát ez egy jó nagy kis kitérő volt. Szemeik éjjel világító kőből, körmeik 20 karátos gyémántból voltak. Némelyik kezében drágaköves, zománcos, buzogány és dárda volt derekukat, ő vállukat pajzs díszítette, aki lovaikat látta, azt vélte, hogy elevenek. Mindegyik termete felért két ember termetével. És ez még 1600-as évek elején, még egy Szenci Molnár Albert, hát nem ebben a felvértezettségben, mert azért gondolom tudjuk, azért úgy mindig lele vesznek egy-két apróságot. Na hirtelen ugrunk vissza. Így szól a szöveg. Szent László törvénye, Szabolcsi Zsinat. A latinok, akik a magyarok törvénye szokásaihoz alkalmazkodni nem akarnak, tehát megelőlegezzük már Szent Lászlót, azt mondják, hogy a mi jobb szokásainkkal, rítus, nem értenek egyet, menjenek ahova akarnak. De a vagyont, amit így gyűjtöttek, hagyják itt. Most mi az érdekes? Latin. Tudjuk, hogy mit jelent a latin abban a korban? A római. Hogy szól a törvény? Ha nem értenek egyet, ami jobb, üdvösebb szokásunkkal, pedig a böjt kezdetéről van szó, egy-két nap eltérés. Mit mond? Menjetek, ahova akartok. Akkor hogy lehet, hogy akik mehetnek, ahova akarnak, mondjuk 80 évvel ezelőtt ide vallást hoztak be? És terjesztették el. De van ennél még kacifántosabb is. Na, ez a kegyelem döfés. 1204. harmadik Ince Imre királynak írja. Ez talán már elhangzott, Moravcsik Gyula publikája, egyedül Moravcsik Gyula határozottan, mert ő bizantológus volt. És amikor 1938-ban megjelenik Szent István emlékkönyve, Serédi Justinián akkori esztergomi érsek jóváhagyásával, tehát mit szeretnék itt hangsúlyozni? Ez a leghivatalosabb egyházi kiadvány, az akkori egyházi kiadvány. Eleve van olyan tanulmány, ami a pannóniai kereszténységről szól. Milyen kereszténységről? Pannóniai. Eleve publikálnak avarkori melkereszteket. És
Érdekes módon még 1938-as Szent István emlékkönyvben sem olyan merev a határ. Miért? Az nem létezik, hogy a magyarok itt találkoztak először kereszténységgel, aztán utána ugyanúgy beesnek a csapdába. Miért? Ugyanazokat a germán-német forrásokat fogják idézgetni. Na de miért kell azt idézni? Miért nem jó a saját? Már éppen elegendő áll rendelkezésünkre. És hát Moravcsik Gyula, aki hát nyilván a görög rítusnak a híve, a bizantológus, szemrebben és nélkül is egy kicsit intellektuális szemtelenséggel megfogalmaz alapvető tudnivalókat. Amilyen alapon levezeti a hivatalos történetírás, vagy vallástörténetírás, hogy Szent István nyugati irányba hívta a térítőket, olyan alapon nyugodtan bizánciak is jöhettek. Miért? Mert sokkal több görög nyelvű oklevelünk van ebből a korból, mint latin nyelvű. Például, mondok egy példát, Veszprémvölgyi Apáca Kolostor görög nyelvű alapító levele, amit még Kálmán idejében is görög nyelven írtak. Hasonló nincs latin nyelven. Tehát nem tudom, hogy észreveszünk-e valamit. Hát szép dolog ez a Koppány István vonalnak a felvázolása, csak még 1938-ban, és ha valaki ilyen tudálékos volt, akkor mit mondott? Sokkal több adat van, hogy a kereszténység ide Bizáncból jött, mint hogy Rómából jött volna. Most az egyszerű nyelven fogalmaztam. Na így szól, és azért harmadik Ince pápa valószínűleg jobban értesült, mint a mai alakoskodók. A latinoknak csak egy. A görögöknek azonban sok monostora van Magyarországon. Mire kéri Imre királyt? 1204, hogy saját országa területén, ahol a vallások virágoznak, és mint tudjuk, tehát ez keresztény felekezeteket jelenti, virágoznak, és mint tudjuk a görögöknek, ezeknek a szakadároknak, mert újosan így nevet, tele van kolostor. Addig a latin rítusú. Mi a latin? Római rítusú. Egyetlen egy római rítusú templom van egész királyi Magyarország területén. Hát erre mit szoktak mondani? Megfogni gyorsan az asztalt. Miért? Nem azért, mert le van írva, senkit nem érdekel. Tehát mindenki, mint hogyha tényleg, mint a Mário és a varázsló, tehát minthogyha egy hipnotizőr gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor megjelenik, mint augusztus 20-án, mindenki felmondja a leckét. Hiába a tények. És ma már nem is a hivatalos oldala van a probléma, hanem úgynevezett alternatív népnemzeti. Mert az még sokkal rosszabb leckét mond föl. Tudom, hogy nehéz elhinni, de gyakorlatilag zsák a foltját megtalálta a 21. századra. A hivatalos és a nem hivatalosnak ez a része tökéletesen kiegészíti egymást. Az egyik mit mond? Szent István kiirtotta, a másik mit mond? Szent István behozta. Miben különbözik a kettő? Melyik a veszélyesebb? Szent István kiirtotta. Ez sokkal veszélyesebb. Mert az, hogy behozta, meg lehet cáfolni, de ha valaki már olyan szintre száll alá, hogy magyarral iktat ki magyart, és észre se veszi. Miért? Mert neki azt mondták, hogy Koppány az ősvallásnak volt egy parafenomén, utolsó fénytartós volt. Hol van az alap? Sehol nincs alap, sehol nincs magyarázat, de nagyon, hogy úgy mondjam, jól hangzik. Aztán a híres Edward Brown utazó 1600-as évek, magyarok különleges nyelvet beszélnek, most cikázunk ám az időben, és némelyik adat nyilván ismerős. Magyarok különleges nyelvet beszélnek, hanem a koronájukból is valami rendkívüli dolgot hisznek, ugyanis szerintük az angyal hozta Szent István királynak. Tehát van egy Szent István királyuk. Születését isteni erő jelenti be. Hol Szűz Mária jelenik meg, hol Szent István protomártír. Angyal hozza az Isten küldött koronát. Szűz Máriának ajánlja fel Magyarországot, következő mondat,
kiirtotta a magyar ősvallást, kiirtotta a magyarokat, betilt, lehet érzékeny. Ez a kettő nem hozható közös nevezőre. Vagy az egyik hazudik, vagy a másik mond igazat. És a rövid időn belül bele lehet látni, hogy melyik oldal hazudik. Hát amelyik nem mond igazat. Tehát melyik oldal lesz hiteles? Hát az a vonulat, amelyik meg tudta Magyarországot tartani, világos. Hát egy Hunyadi Jánosra senki nem mondhatja, hogy időnként behívja az idegeneket. Egy Mátyás király. Minden magyar király, de nekem legkedvesebb ebből a szempontból Kun László király, eretnekséggel megvádolták. Pápa különvizsgálatot indít el ellene. Született is egy rockopera kiátkozott címmel, nem tudom, hogy ki látta. Nem is rosszak ezek egyébként a művek, ezek a művek. Maga nem, de a lényeg mindig valahogy úgy nem terül ki. Sokkal magasabb szinten dőlnek el dolgok, és nem azért kiátkozott, mert mondjuk a úgymond nem kereszténységgel kacérkodott, hanem nem hagyta, hogy a Szent Istváni örökséget az Árpádházi egyeneságról származó uralkodók végidejében széthordják, hanem foggal, körömmel ragaszkodott Szent Istváni alapokhoz. És ő aztán gondolom tudjuk, van, amikor tatárruhába tesz egy hatalmas, szinte kaukázusig menő utat, Lodomér Esztergomi érsek is beszámol, kúnokkal van cimborasága, pogány kúnokkal, ahogy még Petőfi Sándor is megemlíti, na hogy nyilatkozik? Tehát az a király, akinél kicsapódik a biztosíték, hogy nyilatkozik? 1282, 28 éves korában hal meg, 1262-ben született, tehát ki lehet számítani, hogy pont 20 éves, mert 90-ben hal meg. Következőt írja, tulajdon édesanyjának, de lehet, hogy ismétlés, de nagyon lényeges adatról van szó. Tulajdon édesanyjának. Kedves édesanyám, a saját szavaival mondom, vigyázzon, mert hiába özvegy királyné, tehát vannak jogai, hiába édesanya-fiú kapcsolat van köztünk, de azért valamit tudni kell. Ő egy országnak a királya. És a családi körön belül vétenek az ország ellen, még ha tulajdon édesanyáról van is szó, ezt nem nézheti kétlenül. Na most azért gondolom, sejtünk valamit. Ez egy teljesen más uralkodói szint. Tehát ezt nem lehet megzsarolni és befolyásolni semmilyen irányból. Na, mamáddal akkor, könyörgöm, királyról van szó. És a Bánkbánban, a 5. színnél, milyen gyönyörű, ezt megint Pap Gáboron kívül nem is nagyon szokták. Amikor mondják a királynak, sírjon már, sírassa el a feleségét, mit mond? A király nem sírhat. De miért nem? Mert azt mondja, én elkezdek sírni, saját könnyeim el fogják takarni a nemzet könnyeit. Katona József Bánkban. Hol találunk ilyen király eszmét? És ráadásul tényleg így viselkednek. És azt mondja Kun László, hogy mivel hisszük és bizton tudjuk, hogy Magyarország határait és az országot szent királyok, királyelődeink érdemeiért és kiváltképpen Szent István király érdemeiért tudjuk megtartani. Ma is hogy nevezik ezeket a történelmi határokat? Nem koppányi határok, hanem Szent Istváni határok. És lehet érzik, teljes képzavar. Tehát felajánlja Szűz Mária, szent koronája van, Szűz Mária országa, apostol királyság, Szent Istváni határok, Szent István által biztosított ősi szabadságjog, és kiirtja a magyarokat. Hát azért ébredjünk már föl. Hipnózis. Tudom, hogy kevesen foglalkoznak vele, de 100 évvel ezelőtt nagyon komoly figyelmet szenteltek. Miért? De még nem volt ez a médiaapparátus. Hogyan lehet nagy tömegeket pszichológiai, pszichiátriai szinten manipulálni? A legfontosabb iskolák hol alakulnak ki? Moszkvától New Yorkig. Nem tűnik föl? És mind kísérleteznek mindig? Tömegeket hogyan lehet befolyásolni?
És amikor lekerül a napvilágról az ilyen szuggesztió, miért? Átveszi a média. Nem kell naponta egy karmesternek ott vezényelni. Bekapcsolod a tévét le, vagy vezényelve. És teljesen mindegy, hogy melyik csatornát nézed. Miért? Mert keretek között gondolkozást meg fogja határozni. Tehát egy nagyon magas szinten már engedelmet kérek, ilyen, hogy nemzeti csatorna, vagy liberális csatorna, nagyon üres helyekben gondolj így meg. Ugyanaz a csatorna. Csak az egyik, ahogy mondani szokták, engedményeket tesznek egy irányba. Miért? Mert próbálkozás van. És még mindig jobb, hogyha kijelölve vannak a határok. Tehát meddig mehetsz el magyarként? Majd mi megmondjuk. És megmondunk olyan dolgokat, hogyha meghalod, még az élettől is elmegy a kedved, pedig nagyon nagy igazság. Tehát, ahogy mondani szokták, ki van ám ezt találva? És népnemzeti oldalon sajnos mit kell mondani? Ontják azokat a tényeket, mert ezek tények, de úgy leverik az embernek a lelkét meg a szívét, hogy egyszerűen nem lát ki belőle. És úgy mond, látszólag nincs megoldás. Pedig nyilván van. Akkor egy utolsó futamot megkezdünk. Koppány és István. Tehát azért már annyiszor emlegettem, de tényleg csak úgy kutyafuttában. És hozzá kell tennem, hogy szó nem lehet arról, hogy az ember ítélkezzen, csak szerettem volna kijelölni azokat a szinteket, hogy érzékeljük. Nem modellezhető Koppány István helyzete úgy, hogy az egyik az ősvallás, a szabad magyarok, a másik meg a rabszolga magyarok és az Európai Unió ügyet. Miért? Mert nincs ilyen. És még valami, ami a képes krónikából derül ki, hát van az erdélyi Gyula, és van a bolgár szláv Keán. Emlékezzünk vissza, a Gyulának a dolga teljes lapszélességüké. Keánnak a kiiktatása teljes lapszélességüké. Koppány, inci-finci-pinci. Vajon miért? Hát elővesszük a Kárpát-medencét, megnézzük, hogy Kárpát-medencén belül mit képvisel Erdély. Hát gyakorlatilag Erdély is a Kárpát-medence teljesen önellátó. Ezen belül Erdély teljesen önellátó. Tehát magának Kárpát-medencén belül. És hatalmas nagy. Na most nézzük meg, hogy mit képvisel Koppány. Somogy-Koppány, Zala-Koppány, Bakony-Koppány. Az egész Kárpát-medencéhez képest ezt tudjuk, hogy mi? Hát Erdéllyel vessük össze. Tehát ha már elindulnak programok, mert történelmi szemléleti programok nyilván elindulnak, időnként mire ügyelnek? Nehogy Gyula kérdés legyen. Mert ha Gyula kerül központba, bukik a Koppány István cirkusz. Vajon miért fog bukni? Hát idézet. 943. Szkülitész, bizánci történetíró írja a következőket. A magyarok nem hagytak fel betöréseikkel, és szüntelenül pusztították a rómaiak területét. Tehát gondolom, most már belátjuk, milyen területeket pusztítottak, tehát magukat rómainak tekintették. És tényleg így szól, középkorban, ha ilyen felirattal vagy területtel találkozunk, hogy a Románia, az nem a mai Románia, az a római birodalom, az a bizánci birodalomnak a neve. Rómaiak területét, még csak vezérük Bulcsú, színleg a keresztény hit felé hajolva, Konstantinápolyba nem jutott. Megkereszteltetvén Konstantinosz császár lett a keresztapja, és a patrikiosi, tehát a patríciusi méltósággal megtiszteltetvén sok pénz uraként ért vissza hazájába. Na ez a bizánci diplomácia nyelvezete. Mert hogy van beállítva, hogy a keresztapa, a keresztfiát természetesen teletömte a zsebét. Miért megy le Bulcsú? A jogos járandóság nyilván egy nagyon magas diplomáciai szintről van szó. Hát ennek a behajtása. Hogy fogalma? Hát a bizánci diplomácia soha nem fogja elismerni, hogy ő adófizető, hűbéres vagy vazallus. De ezt minden bizantológus tudja. Hát végig szokták nevetni Bizánc történelmét. Micsoda fellegzős szövegek,
és gyakorlatilag pedig a valóság az miről szól. Liutprand kremonai püspök 968 táján, ez csak a bulcsúnak a patricius rangjához magyarázat. A patricius rangban megelőz egy püspököt. Most ki ez a bulcsú vezér? Patricius, tehát ez a patricius rangba kikerül, rangban kit fog megelőzni? Egyházról van szó, kit fog megelőzni? A püspököt megelőzi. Tehát ki volt búcsú? Hát a neve egyértelmű, hát én búcsú járás, az mit jelent? Búcsú járás az zarándoklatot jelent. Tehát már a névben ott van a szakrális, úgymond tartalom. Még egy címe van, a római császár vendégbarátja. Ez pedig úgymond a hivatalos cím. Ezek elképe a kor világában eurázsiai hatókörül, mert Bizánc azért Kaukázusig, meg Mezopotámiáig, meg Egyiptomig erezgeti a Szírián keresztül a szálait. Gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. A mi bulcsunk úgymond fogánynak tartanak. Rangban megelőz egy püspököt, a római császár vendégbarátja, és egy óriási nagy rejtély. Aztán jön Gyula, és itt derül ki a dolog. Gyula is, aki szintén a türkök, vagyis magyarok fejedelme volt, császárvárosba jön, megkeresztelkedik, és ő is ugyanolyan jótéteményekben, megtiszteltetésekben részesül. Ő magával vitt egy jámborságáról, na itt kezdődik, amit az elején talán visszatudunk emlékezni, Mag Ferenc. Pontosan erről ír, de nincs szint. Tehát ez mit jelent? Megijedtünk, féltünk, észreveszik az Árpádok. Kik veszik észre? Hogy másodikok a Bizáncban. És képzeljük el, hogy egy Géza fejedelem azt mondja, Úristen Gyuszi, második lettem, amit jár mindenit neki. Hát van, tényleg. Alapozzunk. Jámborságáról híres Hierotheos nevű szerzetest, aki Theophylactos Turkia püspökévé szentelt. Na ez a lényeg. Tehát mi történik a magyarság tudta nélkül? Bulcsúval ezt nem lehetett megcsinálni. Egy Gyula bekapja a horgot. És viszi tulajdonképpen a római kereszténységet, a kelet-rómait viszi be Erdélybe. Onnantól kezdve ki Erdély szellemi vezetője? Cezaropapizmus van, a bizánci császár. Hát, hogy érthető legyen, kivel van itt probléma? Hát nem Szent Istvánnal. Miért nem Gyuláról beszélnek? Egy perc alatt kiderülne valami. De milyen jó Gyuláról hallgatni, koppányból tornahőst, hogy úgy mondjam, aktivizálni, mindent, ami tényleg létezik, koppány személyére ráolvasni, mert az, hogy pogány, ez a jelző van a képes krónikában. Szkíta keresztény, vagy szkíta hitű van. Csak mit ad a történelem? Koppánynak semmilyen jelzője nincs. Ezen tényleg az ember megdöbbent, most az ember ebben az esetben én magam vagyok, az ember végigolvas egy szöveget, már alig vártam, hogy jussak koppányhoz, hogy na koppány ősvallás. Semmi. Nőügy van. Mindig mondani szokták keresni őt. Petrus Lanzánus hogy ír, még Mátyás idején is hogy ír, képes krónikában is ez szerepel. Abban az időben kellett hadat viselnie Kupa somogyi vezér ellen, akinek nagy vagyona és félelmetes hatalma volt. A kezdődő háborúságnak jogos oka volt, hogy Kupa megkísérelte Saroltot az ő anyját feleségül venni, pedig közeli vérrokona volt. Pont. Hol van itt ősvallás? Mit ír a képes krónika? Mi a háború oka? Ugyanezt írja 1358-ban a képes krónika, Saroltot, aki neki, tehát koppánynak, közeli vérrokona volt, vérfertőző házasság okán feleségül akarta venni. Na most itt viszont nagyon izgalmas a dolog, mert adva van egy kupa, adva van vér, és adva van vérfertőzés. Akkor a vérszerződésnek mi a lényeg? A hétfejedelmi személy egy kupa,
csorgatja a vérét, abban a kupában nyilván már van bor, isznak és áldoznak, és mit mondanak? Amíg ők az utódaik, legtávolabbi utódaik élnek, Magyarország vezetője, uralkodója csak Álmos, vagyis Attila király nemzetségéből származó férfiú lehet. Mit jelent a vérfertőzés képi nyelven? Ez kemény tétel. Nem Attila ágából származik. Ha igaz, hangsúlyozom, ha igaz a képes krónika. Miért? Mert Saroltal hozza vérrokonságba az erdélyi gyulákkal. Hát Zaránd vármegye, Erdélyben. Hogy hívták Koppány apját? Szárzerint. Ez a Zaránd névre rímel rá. És mit jelent a Koppány név? Se többet, se kevesebbet, mint Kapkán, vagyis Kagán, vagyis avarkori méltóság név. Mit jelent a Gyula? Se többet, se kevesebbet, mint méltóság nevet. Mit jelent a Keán? Ezt elmondja Kristó Gyula is. Keán, hát egy köhögős hang kiesik, ez a Kagánnak a névváltozata magyarul. Itt lehet, hogy nem is személyekről van szó. Hát a képiek képi beszédben beszéltek. Tehát ez mit jelent? Ha van szent koronával induló szakrális királyság, akkor nincs gyulaság, nincs kapkánság, nincs keánság. És mit nem lehet ebben megérteni? Magyarul nincs felaknozódás, hanem egybe van tartva, és a legmagasabb szintre, hát az országnak a királynője, tulajdonosa. Tehát ezt sokan szokták hangsúlyozni, csak megint nem figyelünk rá oda, hogy Szűz Máriának Magyarország a tulajdona. Tehát nem tudom, hogy érzékeljük-e. Egyházjogi szinten is. És ma is a tulajdona. Hát ez nem akármilyen kapcsolat, csak hogy ki Szűz Mária? Jézus Krisztusnak az édesanyja. Akkor milyen kapcsolatban vagyunk mi Jézus Krisztussal, hogyha Mária az édesanyjánk? Hát egy testvéri kapcsolatban. Akkor mi a probléma Szent Istvánnal, ha felveszi Jézus Krisztus igaz hitét? Az, hogy nem enged ilyen kis oldalági, könnyű megoldásokat. Az egész kereszténység történelmében nincs olyan menet, hogy Jézus Krisztus hite, apostol királyság, Szűz Mária lenne a tulajdonosa, az országnak, vagyis a királynője és Szent Korona. Hát nem nehezen megjegyezhető tétel. Mindössze 3-4 szintről van szó. Ha ez beülne, az egész Koppány István történet lehet, hogy a helyére kerülne. Na de, mi az, amit még itt érdemes érinteni? Hát akkor kezdjük a hadviselő felekkel. Hát azt már említettem, hogy a képes krónika az egyetlen olyan legkorábbi krónika, amely Koppány kérdéssel így foglalkozik, csak hogy ez 1358-ban íródik és festődik. Tehát ez mit jelent? 358 évvel úgymond ezer után vagyunk. És 1301-ben férfiágon már kihaladt Urul nemzetség, vagyis Attila király nemzetség. Leányágról származó dinasztia, régi tanításokat, hogy úgy mondjam, a kor szellemében kell megfogalmazni. Maga a képes krónika szerzője hogy vezeti be Koppány történetét? Most olyat írunk, amit semmilyen krónika nem írt lehetik. Most innentől kezdve kérdés, ide jutott a szerző, vagy olyat írt, amit nem mertek? Mi az, hogy nem mertek? Hát annyi mindent leírnak. Tehát lehet érzékelni, hogy szó szerint mindig sikerül hangsúlyozni, királyoknak írnak műveket, tehát ezek tanítások. És ma már néha úgy kikopik a jelentés, hogy mit miért fogalmaznak. És a képes krónika így írja, Szent István király korai fiúságában, már korai fiúságában dicsőséges hadat vívott a bátor és hatalmas Koppány vezér ellen. Tehát mikor? Kora ifjúságában. Tehát 969-ben született, akkor ez azt jelenti, hogy 985 táján, 985-ben, tehát
Tehát 15 évvel úgymond a kiemelt időpont előtt ő már nagykorúnak számít. Tehát ez mit jelent? A korai ifjúság, hát olyan 12, 13, 14, 15. De 15 év az már nem korai ifjúság, hanem hát hogyha a felnőtt kor 16-tal kezdődik, még akkor is, ha ifjú emberről van szó, akkor lehet érzékelni, hogy miről van szó. És ehhez képest döbbenetesek a legendák. Mert gyerekkorról beszélnek. És ehhez képest döbbenetes az úgynevezett Pannonhalmi apátság alapító levele, hát ami nem Szent István korából maradt fent, hanem átírás. És többször tárgyaltuk már, Szent István korából egyetlen hiteles oklevél nem maradt meg. Most ki hiszi ezt el? És egy olyan típusú szellemi óriásnak és szagról gondolkodónak, mint például Badinyi Jós Ferenc, hát legalább erre kellett volna odafigyelni. Hát hogy Szent István korából, pont Nyugat-Európából, pont Rómából, semmiféle térítési nyilatkozatok nincsenek. Tehát valamit itt szó szerint, ahogy a horgász kimegy, és elindítja a műveletet, bedobja a horgot, horgon van egy piros-fehér-zöld csali, és mit csinálnak? Hát úgy marnak rá, mint annak lengye. És én is tudom, hogy az a fáma, hogy hát a németek és a magyarok között megint mi az, hogy német? Hát ha bajor, eleve nem német. Teuton, alemán. Tehát ezek a népnevek szerepelnek a középkorban. És nyilván, ha van teuton, és van alemán, akkor nyilván mindig meg kell nézni, hogy ez melyik ágazata annak a germánságnak. De a bajor, hát hangsúlyozom, ma sem számít annak. Tehát ezt egyébként mindenki tudja. És még valamit tud. Németország hol szokott megújulni? Honnan jön minden bajra az újkori Németországban a megoldás? Nem Szászföldről, meg Svábföldről, hanem mindig Bajorország irányából indul. Igyekeztem, tehát a Pannonhalmi Alapátság alapító levele eredeti nem maradt meg, és ebbe van a Koppány történet. Csak hogy Koppány neve el sem hangzik. De így szól. Igyekeztem ugyanis az utódok emlékezetének megörökíteni azt a különleges támogatást, amit Boldog Márton érdemei révén gyermekkoromban tapasztaltam. Mikor? Gyermekkoromban. Hát ha Sarolt Istvánnak az édesanyja, akkor valószínűleg Koppány nem egy nyugdíjas nénit akar feleségül venni, hanem hát még gyermek István, és még virágzó szépsége teljében van Sarolt. Most ki az, aki ilyenkor úgy, hogy mondjam csak, történelmet figyelembe véve, és ez Koppánynak a drámája. Ő ugyanis a szerelmet választja. Minden jel szerint tulajdonképpen a szerelmet választja. Leírja a képes krónika a következőket, de ezek visszatérő idézetek egyébként, többször elhangzott. Sarolt olyan gyönyörű szép nő volt, hogy a tartománybéli fejedelmek udvaraiban még hosszú, csak hogy 1358-ban vagyunk. Ez mit jelent? Több mint 3,5 évszázad telt el, és mit vallanak a magyarok? Sarolt gyönyörű volt. Gyönyörű szép asszony. Tehát én nagyon szeretem azt a színésznőt, tehát egy biztos, nem egy Berek Katalinokat. Most a filmes változatra gondoljuk, aki úgy kirobban és elkezdi mondani, hogy felnégyelni. Hát ki akar egy ilyen bestiát feleségül venni? Főleg akkor, hogyha akkor az egyik főszereplő az egy daliás ifjúkor, tehát érted, hogy egyszerűen semmire nem figyelünk oda. És van egy olyan Koppány kép, hát ami tényleg több, mint dráma. Elmondja, hogy pogánynak tartanak, de Bizánci elét magamra vettem. Erre mit lehet mondani? És a koponya, de ez jó ebben a műfajban, hangsúlyozom, mert abban a korban ez tényleg. Ha megmarad műfaji sajátosságaim belül és világán belül, semmi probléma nincsen.
De ez válik tankönyvé. Aztán azt mondja, hogy az összeütközés előtt késő most már mindezt újra átgondolni. És képzeljük el egy magyar uralkodót, fejedelmet, vagy egy betyárt, vagy egy pásztort. Késő most már átgondolni. Elkésett a békevágy. Alkalmas ez? Alkalmatlan. Aztán ugye nézzük, mert az egyik az a lélek, a másik az a szellemnek a szintje, nézzük az övön alulé részeket. Hirtelen sok felesége van. Honnan kerülnek oda? Nem tudom. De sok. Szépek. És megjelenik a lamentáló, elmélkedő, vallásos koppány. Hódító, csábító asszony. Buja ingoványba húz szerelmetek. Hagyjatok. Most hagyjatok. És megkéri a hikácsoló, parafenomén, korban nem hír, nőnek a kezét. Lesz-e neked magyar? Most ebben mi a pozitív? Most gondoljuk el, az élet minden szintjén alkalmatlan. Ki a legnépszerűbb hős? De nem a történelmi, hanem a mesterséges képben. Mindenki koppány akar lenni. Mi akarsz lenni? Nem tud gondolkodni, hite az zavaros, bizánciát magamra vettem. 1054-ig nincs ilyen. Tehát egységesnek tételeződik a római. Csak mi a különbség? Ha nyugat-római, akkor elsősorban latin nyelvű, ha pedig kelet-római, akkor elsősorban görög nyelvű. Ehhez képest még a 20. században is a legfontosabb egyházi szertartásoknál az Kovács József, aki velem érnek volt a plébánosa, vallástörténész mit ír? Ő még megéli. A legfontosabb egyházi szertartásokon a római anyaszent egyházon belül mind a két nyelvet használják. Tehát papszentelésnél, templomszentelésnél és hasonló nagyságú szertartásoknál a latin rítusú egyház a görög nyelvet is használja. És mindenki tudja. De hogyha a magyar szent koronán alsó részen görög betűk vannak, felső részen latin, akkor ez két különböző tétel. Eszébe nem jut, hogy ettől egyetemes vagyis katolikus. Miért? Mert nyugat felé latin nyelven lehet messzire jutni, kelet felé pedig görög nyelven lehetett messzire jutni. Magyarul ebben a hatalmas térségben melyik a két ókor világból megörökölt közvetítő nyelv? Pártus királyok görög nyelven drámát írtak. De nem azért írták, mert behívták a görög hittérítőket, hanem mit akartak? Hogy a Kaukázustól Ibériáig olvassák ezeket a műveket. Ennyi. Se több, se kevesebb. És nyilván, ha átmegy egy szertartásba, akkor meg lehet találni a liturgiában a megfelelő okozatot. Tehát gyermekkorban. Na most az ember érzékeny. Tehát ez mit jelent? Nincs Gizella. Tehát nincs ilyen, hogy házasodjunk össze kisbaba meg egyéb dolgok. Teljesen más, ahogy mondani szokták a baba fekvése. Tehát 10 éves korban lehet Szent István, vagy horribile dictu. Lehet, hogy még annyi sem. Ezért válságos a történelmi konfliktus. Ezért érthető, hogy koppány miért akarja saroltot feleségül venni. Tehát gondoljuk végig, eleve egy özvegynek, ha van egy 20 éves fia. Hány éves lehet az özvegy? Ki akarja ezt feleségül venni? Ha közben meg koppány egy daliás, minden jel szerint tényleg ifjú korban van. Miért akarna egy ifjú daliás koppány vezér, mondjuk egy 40 éves özvegyet feleségül venni? Hát erre varjon nekem valaki utódlási gombot. Tehát gyermekkorban tapasztaltam, mivel amidőn a háborúk vihara kitört, amelyben a magyarok és a németek között igen nagy viszály támadt. Hogy magyarázzák ezt ma? Leginkább népnemzeti oldalon újabban. Szent István volt a német, koppány meg a magyar. Tehát ez mit jelent?
a háborúk vihara a németek és a magyarok között kirobbant. Az áldott jó Koppány képviselte a magyarságot, ez a fenemott brüsszeli befolyás alatt álló Szent István meg képviselte a németeket. És különösen, amidőn a belháború pusztítása fenyegetett, egy bizonyos Somogy nevű megye el akart engem űzni atyai székemből. Magyarul itt van a kutya elásva. Hát ez a drámai vétség Koppány esetében, mert akármit képviselt, ahogy mondani szokták, rosszkor, rossz időben. A háborúk vihara kirobban a németek és a magyarok között, és belháborút támaszt valaki Somogy irányából, hogy nevezik ezt nagyon egyszerű nyelven? Haza. És mit csinálnak? A hazaárulóval. Ősi ázsiai pusztai nomád. Ítélkezés mindenhol mit csinálnak? Nagy drámai vétséget. Testet, hogy többet ez a vétség testet ne tudjon ölteni. Tehát bizony az ember megtöbben. Hát akkor vannak magyarázatok, csak annyira a Koppány ős-magyar vonalban gondolkodunk, hogy fel sem erül. Ez nem biztos, hogy így volt. A másik pedig újra egy jelzés. Lehet, hogy egyáltalán nem így volt, mert mi egy 1358-as forgatókönyvet értelmezünk. Árpád korban Kézai Simon, Kun László királyunk, udvari papja, ennyi. Szent István végre legyőzte Koppány vezért. Mindössze ennyi. Hát nyilván abban a korban egy Kun László király, hát nyilván tudta más forrásból is, hogy mi történt. Nem is cifrázzák tovább. Semmi felvégyelés. Aztán Tarihi Üngörüsz. Hát amit úgymond Székesfehérvár vagy Fehérvár égésénél, a királyi könyvtárból 1543-ban mágiára hordják a magyar kódexeket kik? Hát az árkádások. Egytől egyik kiváló török atyafi. Mit csinálnak? Pusztítanak. Mit pusztítanak? Magyar írásbeliséget. És az egyik égő kódexet az úgynevezett tolmács kimenti a lángokból, és ezt fogja majd Szulejmán szultánnak lefordítani. Ezt a krónikát a népnemzeti alternatív világ is nagyra becsüli. Miért? Mert sokkal ősibb Nimrod történet szerepel benne például, mint az összes többi krónikában. De általában nem ezért, mert ezt hitelesebbnek tekintik. Hát könyörgöm, ugyanúgy Fehérvár királyi központ. Ez még izgalmasabb ebből a szempontból. Mert látva a bégek, hát ilyen nyelvet használom, ezt fordításból lett visszafordítva. Látva a magyar urak hazájuknak a dolgát, abban a korban az egyetlen alkalmas embert választják meg királynak. Most megint kemény, alkalmas embert. Hogy hívják? Isztefán. És koronás királynak. Koppány neve el sem hangzik. Anonymus gesta hungarorum. Béla király jegyzője, Koppány neve el sem hangzik. Tehát lehet érzékelni, hogy nem azt mondom, hogy túl van dimenzionálva, de azért figyelembe kell venni, hogy minthogyha a koppányság ebből a szempontból egy későbbi kornak lenne az úgynevezett, nem azt mondom, hogy kreatúrája, mert ez nagyon rossz kifejezés, és nem is illik ide. De így szól a szöveg. És hiába szól így a szöveg, hogy kirobban a háborúk vihara a németek és a magyarok között. Hát regényekbe fogalmazzák meg. Koppány a magyar, Szent István a német, és kirobban. És mire hivatkoznak? Erre a szövegre. És mi áll ebben a szövegben? Nem az. És pedagógusok elmondják meg felnőttek, hogy milyen nagy baj van, hogy a gyerekeknek romlik a szövegértése. Tehát nem. Érdekes módon felnőtteknek nem romlik. Tehát még egyszer elolvasunk. Mivel amidőn a háborúk vihara kitört, amelyben a magyarok és a németek közt igen nagy viszály támadt. Nem azt mondja, hogy mi vagyunk a németek, ők meg a magyarok, hanem amikor kirobban a háborúk vihara, egy bizonyos Somogy nevű megye el akart engem űzni atyai székemből. Nagy bizonytalanság fogott el.
milyen tanácsot adjak háborgó lelkemnek, hova forduljak? Ekkor Pázmány, Pont és Orci vezére. Orci, mikor volt német név? Orci, mutasson nekem valaki ilyen német nevet. És akkor jön a szöveg, színnémetek, Pázmány, ne szórakozzunk. Pont, hol él? Tehát lehet érzékeny, teljes képzavar. Teljes, Orci, mint német. Tehát fogadalmat tettem Szent Mártonnak, hogyha az ő érdemei révén a külső és belső ellenségek fölött győzelmet aratok. Elég egyszerű a képlet. A külső, tehát német háború van, és a belső, polgárháború van. Most ne csodálkozzunk, hogy egy ilyen győzelem után Szent István így megy fel. Miért? Ilyen helyzetben talpon maradni, hát utoljára a 16 éves Mátyás királynak sikerül. Mert ő is már az ország király, és hasonló helyzet támad. Tehát a nagyságrendet, hogy érzékeljük. Na, érzem a aggodalmat, és alá is támasztom, mert most már menni kell lassan. De idézem a képes krónikát. Géza fejedelem isteni jóslattól megintve keresztény hitre kezdte téríteni a magyarok népét. Tehát nem Szent István, és mi az, hogy keresztény hit, ezt már megtárgyaltuk, Fidem Christi. Most a Christi az nem biztos, hogy keresztény, az maga Krisztus. Tehát az a Krisztusságnak a lényege. Aztán a korábban engedélyezett pogány szertartással fölhagyván Krisztus igaz hitére térjenek vissza. Kiderül, hogy van a magyar történelemben alternatívája a pogány szertartásrendnek. Csak hogy mikor? A vataféle pogány lázadás idején. Tehát amikor úgymond Vazul fiai visszajönnek. Ezt tárgyaltuk egyébként. Akkor András és Béla kikiáltókat küldenek szerte. Isten és a nép nevében. Isten és a nép szava. Ismerős? Isten szava, a nép szava. Mindenki térjen vissza az ősi pogány szkíta szertartásrendre. Miért nem erről beszélünk? Miért nem erről? Mert akkor megint kiderülne sok minden. De így koppánnyal, szegénnyel van egy lájtos, érthető történet, jó dramaturgia, nem kell vele foglalkozni. Az, hogy valóságos alternatíva a pogány vallás Szent István után 50 évvel, mármint 1000 után 50-nel, ez egy kicsit keményebb lecke. És aztán András lesz Magyarország királya, miért? Mert Levente, aki a legidősebb Vazul fiú, ehhez képest Levente nevet visel. Hát, amit az ifjak szoktak viselni, a Leventék. Ő a legidősebb. Átengedi a trónt és a koronát Andrásnak. És mit ír a krónika? Ezután Levente meghal, és mivel ő nem élt katolikus módon, magyarul nem volt keresztény. Mikor nem volt keresztény, és ki nem volt keresztény? Nem Koppány, hanem Levente. András Magyarország királya lesz. Béla Magyarország királya lesz. Ő lesz az édesapja Szent Lászlónak. A három fiú közül Levente a Turul nemzetségen belül más utakon jár. Meghal, és hogy temetik el? Pogány szertartás szerint temették őse Takson vezér mellé. Kérdés, hogy lehet pogány szertartással papoknak temetni, ha Szent István kiirtotta a pogány ősvallásnak a papjait? Tehát gondoljuk még, 1038-ban meghal Szent István. Úgymond kiirtott mindent. A királyi család egy tagja a legősibb ősvallásnak az útján jár, úgy tűnik türetlenül, nem érinti meg a kereszténység, hogy ez így van vagy nem így van, én most a képes krónikát idézem. Meghal és ősi pogány szkíta szertartással temetik el. Hát
hát ha ezek ki vannak írtva, akkor hogy tudnak a királyi családon belül ilyen papsággal rendelkezni, és akárkik nem temethetnek akárkiket. Aztán miután Szent István király Krisztus hitére térítette Magyarországot, az még kétszer tért vissza a pogánysághoz. Először András király idején, másodszor Béla király idején. Szó nincs koppányról. A koppány történet az egy teljesen más. Tehát vannak ügyek, csak milyen érdekes. Nem annak előtte, hanem annak utána. És már nem él Szent István. És végül, de nem utolsó sorban, Archiepiszkosz, Piszkópuszna, ez lenne az érsek. Ami le se lehet, ez az Arhénak a kezdetnek. Idézem Ipoly Arnoldot. Az érsek szó egykor a pogányságban élő őseinknél bizonyos kiemelkedő méltóságba helyezett jeles személy. Elnevezése vagy titulusa volt. Ezt mai egyházi körök sem ismerik. Szegény megtudná, hát ilyenkor érdemes, ezért érdemes egy-két apróságot tudni. Hát figyelj, a római keresztény, majd váradi püspök, igaz még nem az, de római keresztény pap, ő írja, nem mi mondjuk. És ezeket ti miért nem tudjátok? Meg például azt, amit Otrokocsi Forris Ferenctől idéz, korábbi évszázadból Ipolyi. Ezen főpapi nevek, mint érsek, ösvörös figyelmeztetnek bennünket ismét azon főpapságra, minőtt a kádári és különösen Rabonbáni, Gyulai, Horkázi papfőnökség szerzett előnkbe állítanak, melyeknél nem is olvasom tovább. Kiderül teljes ősvallási papi hierarchia, kiderül, hogy 19. században tudják, tehát új érdekes módon koppánynak a neve, gondolom észrevett, megint még csak elő sem kerül. Gyors tallózás, szkíták hite, vagyis Fidesz kéti kórum. Koppánynál ilyen nem szerepel. Krisztus hite, Kriszti fidem. Katolikus, fidé katolikus. Keresztség, baptizmum, fidem kve. Keresztséget és a hite. Pogány szertartás, paganizmi ritibus. Ritu paganizmo, pogány szertartás. More paganizmo, pogány szokás. Tradíció, paganizma, pogány hagyomány. Paganizma, idolatria, pogány bálványozás. Eretnekek, eretici. Aztán gyors szöveg, a negyedik kapitánynál a képes krónikában, tehát Kunnál írja, Árpád vezér köré szerveződött hetesnél. Negyedik kapitány. Negyedik kapitány neve Kund volt, akinek fia Kusid és Koppány. A Nyír mellett ütött tábort, ahol a keresztség felvétele után monostort alapított. Tehát hol vagyunk? Árpád vezér korában. Mit csinál Kund? Ő a Kündő a napképviseletében. A Nyírségben, tehát kiderül, hogy keresztények. Keresztség felvétele után, csak hogy nem az van, hogy keresztség, hanem baptizmum. Ez pedig mit jelent? Bemerítés. Na ez okozza a zavart. Tehát gyakorlatilag nem tudunk szinkronizálni mai vallási szöveget, amit beszélünk, középkorival. És nem vesszük komolyan azt, hogy mi keresztelőről beszélünk, ők viszont baptizmusról beszélnek. Tehát baptista, tehát mit jelent? Vízbe merít. Keresztel mit jelent? Johannes baptizmus. Ez nem azt jelenti, hogy keresztelő Szent János. Ezt mi mondjuk így? Hát miért nem ezzel foglalkozunk? Hát mindenki tudja, hogy ez bemerítő Szent János. Se többet, se kevesebbet nem jelent a neve. Tehát Koppány. És van egy az idegen lovagoknál írja. Koppány, akik koppányvezér hívei voltak, és megvetették a keresztséget és a hitet. Baptizmus fidem quae. Tehát mit vet? Tehát Koppány nem azt írja, hogy nem volt keresztény, vagy pogány volt, hanem Koppány megvetette a keresztséget. Tehát a kereszténységnek melyik útján járt? Ma is vannak ilyen szekták egyébként. Hogy a keresztséget nem veszik komolyan. Tehát mit mondanak? Nem kell keresztelni.
A reformáció idején ezzel jó alaposan átmentek a ló túlsó oldalán, amikor mondjuk egy baptista irányzat elindul. Ez minden. Hogy lesz ebből ős vallás? És minden vallás történész tudja, és kapaszkodjunk meg. A manikeizmusnak is van olyan ága, amelyik a vízbe merítő keresztséget egészen egyszerűen megtagadja. Tehát legfeljebb mit lehetett volna mondani? Koppányvezér a manikeista kereszténységnek volt a képviselője. Csak van egy probléma, és ezzel fogom bezárni. Szent Gellértnek a legendája megmaradt, vagy nem is legendája, hanem vallási műve a deliberáció. Most ez nincs vita, ugyanis ez a Szent Gellért, ez Szent István kortársa, itt él Magyarország. Következőket írja ő maga. A magyarok kereszténysége, puf neki. Mit ír? Szent István ideje alatt vagyunk. Hát ő tartja itt Gellértet, aki átutazóban volt. Szentföldre akart menni, de egy vihar felsodolta a Adriai tenger északnyugati csücskébe, magyarokkal találkozott, akik behozták az országba. Hogy ne Jeruzsálembe menjen, hanem jöjjön ide. Szent István látta, hogy ez jó lesz majd egy feladatkör ellátására, mondta, hogy először 7 év bél, bevaló remetéskedés, most Gellér, aki Velencéből jön, és római kereszténységet. Ezt a nevet meghallja, hogy bél. Hova menjek 7 évre? Na itt jön a humor része a dolognak. Hát az ő fogalmi apparátusában bélnek, bálnak, kit hívnak. Hát azt az Isten alakot, amivel az Ótestamentum tele van, mint nem elfogadható. Ez egy belső ügy. Most gondoljuk végig, mit mond Szent István? Bélbe 7 évet le kell tölteni. Tehát a Bél az egy nemzetközi, hogy úgy mondjam. Ez rendben van. A magyarok kereszténysége leginkább a manikeista kereszténységre emlékeztet, írja Gellér, de nem az. Szent István 1000-től mondjuk ugye az 1020-as években vagyunk. Mire emlékezteti őt a kereszténység? A manikeista eretnékségre, de nem az. Akkor milyen? Szkíta kereszténység. Aztán, utolsó szó jogán, azt írja, ebben az országban azokat üldözik, akik üldözik a manikeistákat. Mondja egy kicsit dohogva a Szent Gellért. Na most ezeket összevetve, azzal, hogy Koppánynál egy olyan ügynél kell kereskednünk, ahol a baptiszma, tehát a baptizmus, tehát a vízbe nem hajlandó, és ugyanakkor pedig az nem azt jelenti, hogy keresztség, hanem vízbe merítés. Csak hogy Jézus Krisztus igaz hiténél mit jelent? Maga Jézus hova megy? Elmegy keresztelő Szent Jánoshoz, és keresztelő Szent János a vízbe megmerít. Ez minden. Ha mi tényleg Jézus Krisztus igaz hitét választottuk, akkor Jézus Krisztus életét a nemzet a kezdetektől a kereszthalálig és a feltámadásig végig fogja élni. És érzett a nemzet ebbe erről, feltámadás is be fog következni, meg az a drámai pillanat, hogyha nem akarjuk, hogy innen elvezessen ebben. Elmúlt 9 óra. Köszönöm szépen, hogy jól.